budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Hopp, hopp. Bocsánat, bocsánat, itt vagyunk 6 óra után 11 perccel, itt vagyunk, jó reggelt. Nem, ez nem sem megy. Jó reggelt, jó mindenkinek, szia Jani, szia Feri. Jó reggelt, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, hello mindenkinek, jó reggelt. Érd már túl ezt a pár napot, de te nyomorult kripli. Büdös nagyon, ne haragudjatok. Büdös, nem büdös, te vagy büdös. Ez a, egy ilyen tájföldi balzsam. Egy gyulladás csökkentő igazi balzsam, nem is kapható Magyarországon, de brutál erős. Hozok mindenkinek, aki kér. Nem, adok szívesen, van. Igen, a Kassa Tibitől kaptam, nagyon rendes, és ilyen gyulladásra, izületre, ilyen sportkrém, de valami brutál, tehát nem hiszed el. Már nekem tényleg kérsz egyen, ne hozok szívesen holnapra. Vagy akkor az vidd el, én meg kérek egy másikat, neked adom. Jó, köszi szépen. Nagyon szépen, itt a doboz. Most már ráér, járja. Most használtam, először teljesen tele van, $3000, de parancsolj, ne viccelek. Nagyon szívesen oda. Én kérek egy másikat, a Tibi nagyon rendes, csak nekem a könyököm szétment most ettől a kis túlzott edzős munkától, viszont nagyon jó. Tehát ha van izületi problémád, gyulladásod, beragad a hátad, Vikinek is szokott, majd ma Monkershop.hu. Nem, egyenesen Tájföldről, brutál. Mikor voltam ki, mi hoztunk ki. Kösz szépen. Csak vigyázz, hogy utána ne nyúlj a szemedbe. Tehát, hogy ha mossák kezed utána. Meg a kukit hoz se. Kuki lehet. Jó, kuki lehet. Nagy kukit hoz, jó. Kuki lehet. Figyelj, bekened, és 5 perc múlva egy hűvös, csípős, ilyen bizsergető érzés. Olyan vérbőséget okoz, csak mondom, úgyhogy tedd oda is, ahova nem való. Mert tényleg nagyon jó, csak ne felejtsek kezet mosni. Ne felejtsek kezet mosni, mert tényleg durva. Te ne nyúlj a szemedbe utána. Nagyon, nagyon jó, ezek nagyon kellenek nekem. Most kentem be, és 5-3 perc, egy hűvös hideg, tudod, olyan érzés, amikor lefagy a könyököd, közben zsibbaszt, és közben csíp egyszerre. És ilyen nagyon erős. Ez a balzsam szag, tudod, ez a, amikor bementél. Egy... Ne kérdezze meg senki az Instagramon, hogy mi ez, mert nem tudom megmondani, mi ez. Nagyon fontos. Minden valami ilyen, nem tudom, tájnyelven van rajta. Nem tudom megmondani. Jani, akkor légy szép, fotózz le a dobozát. Ezt a... Nagyon fontos, én tegnap este már kiírtam, hogy adni fogok a Janinak egy krémet. Aha, van, de nem mondom el adásba, ha bárkit érdekel. Jó, hát nagyon nem. Szívesen válaszol, most úgyis alig írnak. Nincs nekem, Magyarországon, úgyhogy nem fogjátok tudni megkapni, de a nevét meg lehet mondani, hogy forgalmas nincsen. Muhai, vagy mi a neve? Maua, Muhai, ha kim vagytok Ázsia, Muhai, vegyetek Muhai. Egyet tájföldön, vagy hozassatok a tájföldi raportokat. Muhájtáj, így van. Használd egészséggel, neked adom, majd én kérek egy másikat. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként csak visszatérő férjének, én nem akarok ezzel különösebben foglalkozni, foglalkozik vele eleget mindenki, de hogy tegnap fejeztem be az üzenetekre való válaszolást. Végre. Három napon keresztül. De volt... mindenkinek. Igen, mindenkinek. Hát le a kalappal, mindenkinek. De mit vártál? Az több ezer. És az van, hogy volt közben migrénes rohamom is már. Úristen. Tehát, hogy a vibrálás, vagy a képernyőt. Nem merem megnézni a képernyőidőmet. Figyeljetek, gondoltam, hogy tényleg nagyon korrekt lesz. Eddig is korrekt voltam, de most aztán végképp mindenkinek megköszönöm. Hallod, mindenkinek ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Tehát érted, csak amit sztorit kiraktál, csak azoknak megköszönöd, kiraktál, vagy 25-30, ami tök kedvesek, tudod, ilyen köszönjük, tök megható, nagyon jó fej. Ha csak azoknak válaszoltál, az is egy mennyiség. De üzenetben, hát én kiraktam egy olyat, hogy valaki rám írt, hogy nagyon sajnálom, hogy elmész a Rádió 1-ből. Ez jött nekem. Igen. Figyelj, jött rá kb. 400. Na most, ha te elmeneteled, valószínűleg jött rá 40 ezer, vagy 4 ezer, vagy 10 ezer. Volt, de megcsináltam. És egyenként mindenkinek. Igen. Jézus. Csinálj csak így az ujjaiddal. Jani, nagyon kemény. Akkor viszont kedve az ujjaidat is. Nem tudom megcsinálni. Kedve az ujjaidat is. De migrénre is jó. Migrénre pici halánték. Pici halánték, és ide a homlokra nyugodtan, és halántékra nyugodtan, még ide hátra. Itt, ahol van ez a nyakpont, oda is nyugodtan. Olyan vérbőséget okoz, hogy elmulasztja a migrén, nyugodtan. Azt meg tudjuk csinálni, hogy te csak 10 után használod, mert hogy a Zsüllel mi ketten lefordulunk már. Büdös nagyon. Hát van egy szakad. Én nagyon szeretem ezt a sport, ilyen sportkrém szak, tudod, amikor én edzőtermekbe bemész, és érzed, gyerekkorom volt ez a szag, én ezt imádom, ilyen mentolos, hát, kámforos. Sportkrém plusz egy kóplesztőre kifőzdet. Igen, plusz egy pátályhely.
kettő. Egy sportmasször szalonja, és egy nagymamának a hálószobája kb. Ez. Mert hogy igen. Ez tényleg, nekem is mamám mindig kerengeti. De majd írjál bekentet, hogy valamit megsérült, vagy milyen szint. Ez egy csúcskrém. Most rendeltem egyébként CBD-s krémet is. Aha, azért. A kedvéért, igen. Tehát, hogy azt is megnézzük, azt is megpróbáljuk. Egyébként, de... Figyelj, olajat, ízületre minden egy hét után érezni fogod. Egy hét után. Macska is, te is, ha elkezdett ízületek, köszvény, mindenféle... Hát az nincs meg. Te nem eszel húst, igen, de akinek ugye már az ízület nem hajlik a lába térde, CBD olaj egy-két hét, és nagyon durva a jelentős javulás. Úgyhogy az szedjed te is nagyon jó. Azt észrevettem, hogy ugye be kell melegednie már nagyon az ízületeimnek, tehát hogy tudom, sportolás előtt is, és egy konkrétan, tehát voltak olyan periódusok, amikor nem volt fogás erőm. Tehát, hogy a nap... Annyira be merevettél? Igen, annyira be volt merevedve az ujjam. És most egyébként egy ilyen, mit tudom én, egy két hete használom. Most egy alappal indultunk, mert olyan 5-10 cseppet ajánlanak naponta, és most egy alappal indultunk, most próbáljuk belőni, vagy próbálom belőni azt, hogy mi az, ami jó vagy jó lehet, mert nagyon hiszek benne. A füves cseppek. Igen. Még ezt rákened, öcsém. Csak mondom, hogy svájci barátaid megkerestek. Embetűsek? Aha. Hogy? Hát, hogy valami kis együttműködést alakítsunk már. Most, hogy ráérsz. Igen. Hát komolyan mondom. Azt értik ez alatt, hogy ne említsem a adásban a nevüket, mert nekik ez kellemetlen, hogy én vagyok az. Most nem azért, működj velük együtt, meg adjanak sokat, meg legyen. De én mondtam őket, halló, hát legalább egyet adjanak nekem. Hát én dobtam be a nevüket. A magyar forgalmazó, aki az ő termékeiket forgalmazza. Hát adjanak egy kosárra, de balit azért ne felejtsék el, 2 darab 1000 mg-mossal. Hát én mondtam be a nevüket. Ja. Azt a mindenségét neki. És megkerestek? Azzal nem lősz mellé. Hát az nagyon jó kis. Nagyon jó. Élen járnak a CBD-ben ők egyébként. Uh-huh. Marihuánában is, meg mindenhol. Úgyhogy... Svájcban is lehet? Svájcban igen. Hát ugyan a gyógyító jelleggel ők azt termelhetik, vagy termeszthetik, és a svájci embetűs az nagyon komoly. Jó, hát úgy könnyű. Ők nagyon komolyan űzik ezt az ipart, meg is kérik az árát, hát prémium kategóriás árban van. Az embetű CBD olaj, de nagyon, nagyon rendben van. Nagyon rendben van. Megkérték ők már az árát a svájci frankos hitelünknél. Most még is van, most még az olajért is elviszi. Mit akartok még? Most még az olajat is elviszi, gyerekek. Na, jól van, hát akkor elkrémezzük. Bocsát, az a kicsit büdi, akkor az nem az ilyen. Nem, valahogy van. Tegnapi napon már úgyse lehet szarabb. Na, menjünk nyugodtan. Gyerekek, ez amikor így... Egész nap az összes szar rád ömlik már, bocsánat. De mi történt? Elmentem téli gumiért, hát itt az ideje. Ugye? Há, nem vagy, okay. Nem vagy egy kapkodós fajta. Ugye még a december. De van még a január, február, ezt beszéltük, hogy elszúrtuk, már október végén meg szoktuk csinálni. Te is csak azért kaptál újat, most már ne legyél jó fiú, mert egy új autót kaptál. Ha igen, nincs új kocsit, ma sincs téli gumit. Na, elmentem minden, mondom, egy fél óra megcsináljuk. Ugye a kisasszony ott a recepciós pultnál, hogy hát az van, hogy lebetegedett a fél brigád, úgyhogy egy 2-2 fél órára számíthatok, mire meg tudják csinálni. Mondtam, hogy persze, semmi baj. Oké, na ezen még túltettük magunkat, szépen hazamentem este, egyszer csak telefonál a béka. Mondom, már akartalak hívni, hogy hol vagytok a gyerekkel. Itt állunk a velencei virágboltnál, ugyanis elcsíptünk 2 kutyát. Mondom, éljen az állatmentő szívem, meg a gyerek is, mondom, megyek. Egy golden, egy nagy méretű golden, akin ez akkor már nem látszott, hogy ő golden retriever, olyan koszos, büdös, sáros volt, meg egy kis vizsla. Oké, körbe kérdeztünk. Mindenképp egy fajta tiszta kutya. Szerintem igen, fajta tiszta, amennyire én meg tudom állapítani. Mondjuk ebben már sajnos semmi meglepő nincsen, tehát hogy ugyanúgy tele vannak a menhelyek fajta tiszta kutyákkal, mint a keverék. Milyen szomorú azért. Várját, mert nem lett aztán végül is szomorú, nyakörvesek voltak, minden, de nincs rajta se telefon. Voltak közelben egy kínai étel. Így van, és gyorsan eladtuk őket, úgyhogy a sztori ideig még jó. Na, hát nem tudom, hogy ez megvan-e, hogy mit csinálsz este 3-4-8-kor 2 ilyen kutyával, mert hogy az állatorvost már nem tudod főhívni, hogy elmész hozzá. Ekkor eszünkbe jutott, hogy van a benzinkút, a magyar benzinkút hálózatot, van csipszolvasó, ugye, hogy mondják nálunk vidéken, de a 2 kutya tökig szarosan, sárosan, vízesen. Oké, van egy nagy nájlonod, kerítettünk egy nagy nájlont. Egy is közben hívtuk annak a lakóparknak a hát gondokát, így nevező, a barnát, hogy mondom, ha nem tudjuk a kutyáknak megtalálni gazdát, akkor a műhelyben rakjál már rendet, hogy be tudjuk éjszakára őket valahova zárni, hogy aztán majd holnap folytassuk a nyomozást. Berángattuk a 2 kutyát, aki közül a kicsi szerintem még soha nem ült autóba, a Goldi az
az egy ilyen tombolásba kezdett. Én próbáltam ülni így a két kutyával, érted, fogtam a, ahogy hívják ukat, a pórázukat, mondom, ha ezek most megvadulnak, én itt halok meg béka. Elvezettünk a benzinkúthoz, én valahogy kimásztam, hogy a kutyák ne ugorjanak ki, mert szegények meg nyilván futottak volna bármennyire is akartad őket vigasztalni. Mondom a kislánynak, hogy van ilyen csipolvasótok, szívem azt mondja, van, nagyon jó. Na én ezt úgy képzeltem el, hogy ezt odarakod a csipolvasót, és kiírja, hogy Kovács Géza, Velence, mit tudom én, Kossuth utca 24. Egy 5000 jegyű számot ír ki körül. Ekkora. És mit csinálsz? Há, várjál, most mondom a sztorit. Ez egy szám, ami egy fél percig látható a készüléken, utána eltűnik. Ezt megpróbálod sötétbe lefotózni, mert a benzinkút világításában nagyon nem látszik. Vakuzol, akkor azért nem látszik. Ha nem vakuzol, azért nem látszik. Vagy megpróbálod fölírni, de se tollpapír nem, se tudod. Na, oké. Keresünk egy állatorvost. Oké. Keresünk egy ápit. Itt jön a pillanat, amikor azt mondod, hogy jó, de a két szám már megvan a két kutyának, akkor most találjuk ki, hogy a szám kihez tartozik. Mondja a kis cső, a benzinkúton nagyon tündérek voltak, hogy nekik van egy ilyen listájuk azon állatorvosoktól, nem is biztos, hogy helyiek, aki belement ebbe, hogy az ő számát meg lehet adni mindenütt, és akkor gondolom egy ilyen ügyeleti rendszerben ők ügyelnek, és őket lehet hívni bármikor. Jó, hát akkor én akkor már csatak, én minden kutyaször voltam, akármi, így néztek rám a benzinkúton, sárosan ott nyomogatom a telefonomat, a nyolcadik szám vette föl, a többiek nyilván szabadságú voltak, este volt, mondom, ez és ez vagyok, van nálam két kutya. Feri, hát de jó, mi lesz a Janival? Adjál a kutya. Érted, két órája ezt a rohadt kutyát üldözzük, mondom, nagyon jó van a Jani, köszönjük szépen, és tényleg dumálhatunk róla, csak próbáljuk már meg kitalálni, hogy ki. És egyébként marha nagy a rendszer, beüti a számot, bediktálod neki, és akkor aha, azonnal ugye megmondja a gazdit, meg a... És ez miért nem lehet az állatorvosnál is egy ilyen? Van az át, de ez már este nyolckor volt. Már este nyolckor nem találsz... Vagy a molkúton miért nem lehet, hogy ő már látja a számot? Meg hát ez... Mert itt, ahogy hívják, igen, vannak a benne. Személyiség. Tudod, azért benne van a telefonszám, név, cím, akármicsoda, úgyhogy valószínűleg ezért nem. És nem is járul az-e mindenki egyébként, hogy az összes információt kiadják magukról? A kutya, már a kutyás? Persze, nem feltétlenül. Azt mondhatja, persze, hogy nem mondom, igen, meg. Lehet, ez csak egy cím. Megtalálta a kutyámat, de nem mondom meg, hol lakom. Igen. Engem ne zaklasson. Hagyj vannak békén, már ötször tettem le ezt a kutyát, mindig visszahozták. Jó, úgyhogy nem is kell tulajdonképpen. Na, meg volt a telefonszám, fölhívom, fölveszi a csávó, mondom, van-e neked két kutyád? Úristen, úristen, nálad van, mondom, persze, ott laknak Kápornyásni néken, kiderült egyébként, hogy a Panna osztálytársának az apukája meg az anyukája, tehát ismerjük is őket, csak ugye nem tudtad így, én nem láttam soha a kutyáit, úgyhogy visszavittük a két ebet egy kettő órás akármi után, csatak minden a kocsiban, de nagyon kedves volt, megköszönte. Egyébként nem szöktek, illetve hát elszöktek tőle, mert kimentek, ő a falu szélén lakik, vagy a kisváros szélén, és kimentek sétálni este. És ő fölhívta az anyukáját, a tulajdonos, így kettőt nézett jobbra-balra. Mondtam neki, hogy azért a kutyaneveléssel kicsit így el kéne gondolkozni, hogy vagy pórász haver, vagy tanítsd meg az ebeknek, hogy nem mennek. És onnan képzeljétek el, hogy gyakorlatban 3 perc alatt voltak 8 kilométerre arrébb a kutyák. Mondjuk, hogy el is csaphatta volna őket valami. Hát majdnem ez történt, igen, a béka, ezért állt meg, mert ott rohangáltak a főúton, és mindenki ment, mint a barom. És be tudta őket fogni? Hát képzeld, hogy jött a kutya, igen, egy ilyet kutya, azonban se jön nagyon, nem? Vagy hát állítsanak, ez Vizslapőjök, meg Goldi, ezek barátságosak. Azért barátságosak, igen. Nagyon aranyosak voltak, meg a Somi vele volt, az meg ilyen állatsuttogó lesz szerintem. És akkor elkezdtek mutyikálni velük, oda jött a két kutya, és a virágboltnál van egy ilyen kis kerítéses bekerített rész, oda bementek. Uh-huh. És onnan már nem tudott a két kutya kijönni, tehát csapdába csalták őket. De úgyhogy ez egy két órát elvergődött. Ödbetű flexi. Flexi? Ezt küld át neki, igen. Hogy tud mozogni a kutya, igen, tud mozogni, igen, a kutya, és nem megy el. Flexi. Ezek után hazaértünk, mondom, na végre akkor elcsendesedünk. Béka mondta, hogy még legyek olyan kedves, a mosógépnek a izét, lefújóját takarítsam ki, mert ilyen szárítós akármicsoda, és nem megy a mosógép, mert megáll hogy hívják, a víz. Kitakarítom, mert egy igazi férfi ezt megcsinálja otthon, mondom, ezzel is kedvezek karácsonyra anyának, meg magamnak is, hogy lesz tiszta ruhám. Visszateszem ezt a
vackot az alján, tudod, így el kell fordítani, kihúzodod, kitakarítod, szöszöket kiveszed, visszateszed, na mondom, most már tusolás, tényleg alvás van, majd egyszer csak Soma üvölt, aki ott volt a fürdőszobában, apa, apa, víz! Jömlik ki a víz. Hát igen. Ugye a mosógép megáll magától, amikor érzi ezt az eltömítést a program felénél. Apa nagyon ügyesen kivette, leeresztette, kis lábast oda teszed, még kitakarítod a szűrőt, visszateszed és visszafordítod, visszatettem. Szarul. Eláztattad a komplet fürdőszobán. Az egész fürdőszobában. Ez nem a testéd volt, basszus. Ez nem. Azt nagyon, nagyon feszesen, nagyon precízen kell visszatekerni, mi is jártunk így, hogy, és vissza lehet tekerni egyébként úgy is, hogy nem feszül bele a menetbe rendesen. Hogy te azt hitted, hogy visszatekerted. Igen, azt hitted, hogy visszatekerted. Nagyon-nagyon bele lehet. És néztem föl az égre, és kérdeztem a jó Istent, hogy miért, hiszen kutyát mentettünk, hiszen a kártyát felszakítva, benzint, telefonszámlát nem kivélve, két kutyát mentettünk meg, ezt miért? És aztán jött az utolsó impulzus, lámpaoltás után, nem a Feri, megjött. Fáj a fejem, ne csináld, aludjunk. Hagyjál már, fáradt vagyok. Még ez sincs. Jaj, úgyhogy. Hát jó hosszú este volt. De jó volt, jó volt. A kutyamentés nagyon jó volt. Az egyébként döbbenetes, hogy, ja, és még egy csomó állatorvos visszahívott aztán, ja, akiket ugye fölhívtam, és tök rendesek voltak egyébként, hogy ugye látták, hogy volt nem fogadott számuk, vagy nem fogadott hívásuk a számról, és visszahívtak később, és akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, megoldódott meg minden, hogy ez ilyen nagy meglepetés egyébként, hogy te segítesz így két kutyát? Hát ez változó, nem, előfordul ez, tehát nincs olyan, nem, tudod mi a nagy meglepetés, illetve sajnos nem a nagy meglepetés, amikor felhívod a gazdit utána, és a gazdi azt mondja, jó, hát ki szoktok szökni. Bocsánat. Érted? Tehát, hogy amikor től két órán keresztül... Igen, még te érzed magad rosszul, igen. Hogy mentünk két órát. Igen. Visszajöttek, visszahoztam. Hello, este úgyis visszajöttek volna. Na jó, hagyj. Mindig visszajönnek este 11-kor. Nálunk van egy nő, aki ez állandóan visszavittük, és mindig becsuktuk a kaput. Ő következetesen mindig nyitva adja a kaput, hogy a kutya ki tudja menni, sétálni, tudod? Egyedül. Mert egyébként is kiszökik. És akkor már és akkor meg inkább legyen nyitva a kapu, és visszajött, és az egyedül után már nem vittük vissza, mert nem tudod, hát így minek? Igen, meg a hatszor visszaveszed, és igen, nem örülnek, azért hát egyszerre már nem töröd össze magad, hogy megint visszavid, érted, miközben te a gazdának a leginkább mindegy, hogy hol a kutya, tudod, hát úgy azért nehéz. Felelős állattartás Magyarország 2023. Jó, a tanulság. Ne legyen kutyád. Mert úgyis megszívjátok. Igen. Oké? Okay? Igen. Tehát az jóisten úgyis megbüntett a végén, még azért is, hogy jó voltál. Egyébként igen, nem érjukat ki, amikor jó cselekedeted volt a mosógép, kibíratta volna igazán. Én voltam, hogy ilyen rosszul tekertem vissza a mackot, de ha egyébként ezen elbillek, ha én erre így érzékenyebb lennék, én elbillegnék rajta két napot, hogy érted, milyen jó fejek voltunk, milyen kedvesek, és akkor miért folyik ki a víz? Azért folyik ki a víz, testvérem, mert szarul csavartok be a dugót. Igen. Mit akar ezzel üzenni? Mit akar ezzel üzenni az univerzum? Semmit, azt, hogy egy ma. Igen, semmit, kisfiam. Csavard be rendesen a dugót, az így jól lesz minden. Mit szeretne üzenni? Ennyi, pontosan ennyi. Gyerekek, megyünk gyorsan hírezni, jó, lehet játszani, játékukra jelentkezni. Fél hét van pontosan, egy pici hírek, aztán jövünk vissza már is. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Ma hosszú napunk van, nem elfelejteni, mert megyünk, igen, este még Kecskemétre. Hurrá! Itt van! Kossuth tér 1. Már azt is tudod, Kossuth téren vagyunk, akkor én nem tudtam. Kossuth tér 1-en belehasítunk a karácsonyi vásárba, ja, és hát gyerekek, a karácsonyi vásár mellett és a karácsony ünnepét megünnepeljük, és amellett, hogy viszünk egy csomó ajándékot, van egy apropója is, ugye, hogy aki szeretne még Janival találkozni, elbúcsúzni, megszorongatni, szelfizni, megölelgetni, az jöjjön. Én szerintem el sem fogunk férni a téren, de gyertek, nincs messze, beültök a kocsiba. Vényelek ki balőszögről krémest. Igen, hozatok neki krémest.
megyek, nem kell. Dehogy nem, micsoda. Búcsajándéknak sütemény. Hegyek, hozzatok mindent, de nem kérjük meg, nem erről van szó. De tényleg ez a lehetőség így ebben a formában most adatik meg. Úgyhogy gyertek még el, ha van kedvetek. Bepattantok 5-6-ra, ott vagytok. 3-3 és fél órát az ember nem van az M5-ösön, nem? Semmi nincs, milyen jó közlekedhető. De örülünk mindenkinek, és hát igen, ebben a formában hát. Janit utoljára látjátok így legalábbis kitelepülésen egészen biztos, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel elbúcsúzni Janitól, úgyhogy gyertek, jó lesz. Viszünk ajándékot, olyan nagy dolgokra nem kell úgy számítani, hogy témák, meg nem tudom. Ja, ott vagyunk. Mert hogy csak mondani akartam, hogy a nagy dolgok tekintetében azért az ajándékokra ez nem igaz. Viszünk, de hogy nem, már nem a 600 téma meg a megbeszéljük, ott vagyunk, kicsi nevetés, együtt vagyunk. Kiugrasz, röhögsz egyet, csinálsz velünk egy pár szelfit, aztán hazamész egy PS-sel akár. Kapsz egy PS-t, igen, meg egy csomó ajándékot, tehát hogy készülünk egy csomó mindennel, de ez olyan laza és könnyed történet, tehát hogy úgy értem, hogy témailag már nem akarjuk azért ezt úgy túlbeszélni, csak ott vagyunk, integetünk. És meg beleharapunk a kecskeméti karácsonyi vásárba egy kicsit. Illetve hát a Kürtös Kalácsba is megkóstoljuk az ottani forralt bort is. Így is van. De nagy áll. A forraltbornak van alkoholtartalma? Hát van, igen. Mert a gyerek kérdezi, nagyon szeretne inni. Ja, hát miért ne ihatta? Hát azért hány éves? 14 múlt. Hagyjál már, nehogy már ne igyon egy forralt bort. Ezt tényleg ja, ne. Hát bocs. Hagyjál már, nehogy ne igyon már egy forralt bort az a gyerek. Figyelj, persze, de nem, van belőle alkoholmentes is egyébként. Van, ugyanaz az íze. Olyan kell alkoholmenteset inni. Németül olyan, gyereke. Mint egy ilyen fura csuklás a neve. Igen. Nem csak, hogy mennyi párolog el belőlem, hogy a vörösbor is az összes pörkölt, nincs benne egy gram se. A pörkölt be is elpárolok, ha beleöntött. Az igen, ugye, a főzésnél abszolút. A forraltbor készítésnek az a rákfenéje, hogy rosszul hívjuk forraltbornak, mert ha forralod, akkor kijön belőle az alkohol jelentős része. Tehát azt csak így éppen gyöngyöztetjük a forrpont. Mindig mondtam, hogy Feri nem ilyen, hiába bizonyítottad az ellenkezőjét. 15 éve mondod. Ez teljesen hiány a csávó. Hát én nem mondtam, hogy nem. Tehát a hivatalos forraltbor készítésben nincs, nem forraljuk. Föl. Mert a pörköltet főzött 3 óráig, és ott elfő. De itt is, hogyha megforrad, akkor kimegy, ha nem forrad meg, akkor nem megy ki, de nincs benne annyi. Plusz a borban, tehát akkor mondanám, hogy a francia étkezési kultúrában a 5 éves gyereknek úgy adják a vizet, hogy 3-4 csepp vörösbort már beleöntenek, hogy tanuljon a gyerek. Nem azért, hogy alkoholista legyen, mert nem lesz alkoholista ettől, hanem hogy tanulja, tudja az ízeket, tudja meg, hogy mi az, hogy jó. Ne igyon szart, mikor felnőtt lesz, mert megvakul, mint a magyar lakosság, érted? Hát teljesen. Hanem, hogy jó minőségű italt igyon, ezért aztán az ízlelő bimbóit, tehát 14 éves gyereknek nem lesz baja egy pohár forralt bortól, és alkoholista se lesz. Igen, de ez alig van benne. Nyugodtan. Igen, azt mondja, hogy mondják közelre, hogy Jani, már félretették neked a balószögi cukrázzába, a krémes, nagyon rendesek. Egy raklappal. Nagyon cukik, igen. Maszkot kell viselni délután, kérdezi valaki, ez nem tudom mennyire komoly, de nem smiley jellelkül. Te figyelj, haver, ha megnyugtat, viselj. Az a biztos, legyen rajtad. Sose lehet tudni, beüt megint ez a fránya, akkor legyen. Jó, rajtad legyen. Mi nem kérjük, de rajtad legyen. Rajtam is lesz, meg a 10 dublőrömen. Így mondjuk könnyebb lesz, akkor eltűnöd. De te maradsz 10-ig dedikálni. Igyekszem nem csalódást okozni. Hát én szerintem csekkolok a Láncidnál a Clark Ádámon, majd amikor ráérem, hogy Jani merre vagy, és mondja, hogy hát még nem adják fel. Hát ma azért igen, ma biztos, hogy lesznek gyerekek. Ma készülj, Jani, mert ma mindenki le akar vadászni. Ez ma sűrű lesz, igen. De nem kell maszk, tehát mi nem várjuk el ezt a dolgot. Igazából. Jó, na, játsszuk akkor egy jót. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Attila vagyok. Szia, Attila! A nyugodt erő. A nyugodt erő, igen. Igen. Remélem, veled játszik. Most mindenki veled játszom még, amíg van rá esély velünk, még ezt lehet még. Ismerve magunkat egy 30-32 évig. Igen. Attila, mi a helyzet? Honnan hívtál minket? Budapestről. Itthon vagyok, készülődünk. Reggeli készülődés. Nagyon jó, és akkor jól gondolom, hogy kivel. Igen, János. Nem úgy értettem, János. Hogy jól gondolja, hogy kivel készülődsz. Hogy kivel készülődsz, erre akartam kiugodni. Halló? Nem hallottam. Itt vagyok. Ez már vicc volt? Nem is mindegy. Hogy kivel készülődsz, hogy család, gyerek, barát? Ja, kivel készülődök? Úgy értettem, hogy kivel készülődök játszani? Bocs, a családdal. Tehát, hogy a családdal. Családdal készülődsz. A párom.
meg a gyerek, meg egy macska, aki éppen itt rohangál a lábunkról. Van egy macska is. Jó. Nagyon jó. Attila, és akkor Jani, Janit választottad? Igen, abszolút a Janit. Hát ki kell még használni, szerintem a lehetőséget. Ezt mi is mondjuk, hogy tessék Jánosra játszani, igen, mert már nem sok esélyetek van erre, úgyhogy... Amúgy is van egy kicsi kapcsolódási pont. A macska. Kíváncsi vagyok, hogy a... Kíváncsi vagyok, hogy Jani fog emlékezni, bár mondjuk rég volt. Akkor meglátjuk, hát ne lőd el. De van egy kapcsolódási pont. Jó. Oké, Attila, na figyelj, akkor megnézzük, hogy mire mentek egymással ebben vicc, a kis játékban. Ja, nagyon fontos, igen, jó, hogy mondod, kell egy vicc majd nekünk, vagy most, vagy a végén, de miközben játszol, gondolkozál egy viccem, mert mindenki, aki adásba kerül, az december 20-áig nekünk mond egy viccet. Jó, csak mondom, hogy szükségünk lesz egy viccre. Jó? Rendben. Oké? Oké. Na, akkor gyúrjátok meg egymást, jó? 3-2-1, összesek. De van jó vicced? Van. Lesz, de hát, az majd kiderül. Viszont azt akartam mondani, hát végén szeretném majd elmondani, hogy hogy emlékszel arra. Óvás, várjál, Jani bemondta, hogy igen, szeretném majd elmondani. Én nem hallottam, de lehet, hogy te volt. Mondtad. Ferenc? Szerintem volt igen. Egy. Volt! Te hallottad, nem, Attila? Nem, semmit. Most, hogy mondjátok, igen. Most is? Ja, most is meg így kimondtad. Én elhiszem, én most ezt nem hallottam meg. Hát ezt hallgassuk már meg, hát nekem úgy tűnik. Challenge? Szerintem hallgassuk meg. Challenge. Ha nem, akkor kimondtam. Akkor én mondtam ki. Nem, hát akkor folytatódik tovább. Játék rossz challenge-et. Kértél két challenge-et. Maradt is meg tovább. Igen, szerintem azt hallgassuk meg, mert szerintem azt tudod, hogy igen, el fogom mondani. Volt ilyen? Emlékszel, Attila? Lehet. Majdnem egy nem csúszott ki. De igen lett belőle. Aztán igen lett belőle? Hát akkor ne haragudjatok, de nem figyeltem annyira. Már írják, hogy volt. Semmi gond. Fia, azt fogjuk csinálni, hogy mi visszavonulunk, kikérjük a challenge-et, challenge-et megnézzük. És 3-4-10-kor a best of-val visszajövünk. És ha nem mondtad ki, akkor visszajövünk két után, és akkor van még egy játékod, mert akkor viszont rossz challenge hívás volt. Jó, hát az, hogyha írják, hogy volt igen, akkor már valószínűleg volt. Jó, de azt volt. Is írják, hogy a Janinál volt, sőt, azt is, hogy nálam. Igen. És hogy Zsűr is mondott, mondott el, igen. Talán igen, Balázs, nálam volt egy lenyelt nem, és egy ne lehet belőle, aztán utána lehet, hogy volt egy igen. Meghallgatjuk, én nem hallottam, de ennek az azok, hogy nem figyeltem. Úgyhogy meghallgatjuk. Viszont ezt odaadjuk, mert ez a tiéd, figyelj. Gratulálunk! Az önnyereménye egy éves országos személyautó autópálya matrica. Az autopályamatrica.hu felajánlásával. Azért ez nem rossz. Hoppá. Nagyon szépen köszönöm. Na, akkor már le is szarom Janit is játékot. Végén, majd máskor. Nem, játszani akarok, engem nem érdekel az autóban, én veled akarok játszani. Ne bolondozz, mondd. Egy jó favic, két favic ül az ágon, az egyik elkezd nevezni. Megkérdezi a másik, mit nevet? Semmi, csak eszembe jutottam. Mondjuk, ez nem olyan rossz. Ez nem rossz. Két favic ül az ágon. Ezt adom. Ez nekem tetszik. Ez olyan beteg, ez nem nevetsz. Eszembe jutottam. Csak eszembe jutottam. Ezt adom, ez jó. Ez jó. Ez kellőképpen beteg. Van stílusa. Igen, a két favic ül az ágon, az már nagyon jó. Önmagában már jól indult. Attila, köszi, használd egészséggel az autópályamatricát. Köszönöm. És akkor a challenge eredményt közöljük 7 óra után, visszavonul a bíróság. Meghallgatjuk, jó? Oké, rendben. Ciao, Attila. Semmit. Csöcső, hello. Szia. Hello. De gyerekek, ez jó volt. A nap első vicce jól indult. Két fa viccül az ágon, ez már nagyon rossz nem lesz. Eszembe jutottam, igen. Na jól van. Oké, hát akkor mi meg elmegyünk érezni. Na még egyszer azért kecsilálónak János a ma estére az ajándékokat. Gyerünk! Játékozó! Na, úgyis miattad jönnek az ki, az a legfontosabb, hogy nem is egyet, hanem négyet fogunk kisorsolni. Négy játékonzol? Négyet. Lehet, hogy csak négyet. Három lesz, mert otthon is van rá. Igen, nálunk is. Akkor kettő, mondjuk, neked nem ugye kell? A konzolvilágnak a jó voltából, és ugye a Csiketropi csapattól pedig kapunk vezetéknélkül hangszórókat. Jó, Csiketropi is. Hangszóró. Nekem ez valamilyen koktélkrékeres sztorinak tűnik, még mindig meghallom, hogy Csipet Ropi, és látok nagy koktélkrékereket, ropikat, hát ez az. Pereceket, ők azok. Hát azt zabáljuk minden az, nap a szerkó. Ja, ők azok, csak vettek ajándékot. Így van. Ja, értem, ők nem, a Csipet Ropisok. Igen, tehát ők nem vezeték nélküli hangszórókat árulnak, hanem ropit. Úgy gondolták, hogy nem adnak egy zacskó ropit, hanem hogy inkább valami komolyabb. Egyre inkább azt érzem egyébként, hogy ez a Csipet Ropi név, ez olyan, mint a műszi annak idején. Tehát, hogy ez annyi, ez be fog ragadni.
Meg mint a pák. De a csipet, hát a pák az a csipet mit ment a pák? Mit ment a pák? Igen, az nagyon nagy volt. Oké, na akkor elmegyünk egy picit, addig Anna visszahallgatja a fekete félret, és akkor jövünk a hírek után. Jó, 7 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk 7 óra után, 3 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Hello, drága hallgatók! M0-as Dunaharasztitól 8 kilométeres dugó, M1 felé valami munkavégzés miatt. 8 kilométeres dugó már így korán reggel? Te jó Isten! Jó kezdődik. Az jól kezdődik. Mi lett a challenge-ünk eredménye? Anna már gépeli, várjál, mindjárt meghallgatjuk. Jó, hogy mit mondott. Igen. Itt van, akkor meghallgatjuk, megmutatjuk. Mi ez? Ez nem az. Anácska, drága, ez nem az, amit ez a DJ Big Band volt. Igen, de milyen kis madár füttyösen indult. Mindjárt berakja újra, és akkor meghallgatjuk. De egyébként elhelyettitek, tehát nem csalunk. Figyelj! A műsorszám... Nem még ez sem az. Meg lesz, hogy ilyen. Azt akartam mondani. Hát, végén szeretném majd elmondani. Igen, ott volt. Jó a füled, Jani. Igen, mi ezen úgy átcsiklottunk, mint a húzat, de Jani meghallotta. És Attila, köszi Anna, Attila kimondta az igent, ott volt. Úgyhogy ez egyértelmű. Ja, hogy kiszúrtad ezt, basszus? És hát ugye el volt úgy rejtve valahol. Most. Nagyon fókuszált, hogy nagyon kiszúrtad. És hát egyébként is mindannyian tudjuk, hogy az országos éves pályamatricát akarta. Ne, az meg a másik, hogy erre hajtott. Igen, de megvan a challenge-ünk, akkor az egyértelműen kimutatta, hogy ez egy jó hívás volt. Janinak 3 challenge-e maradt, és Attila viszont 2 hibával elvesztette a szettet és ezzel a meccset is, úgyhogy így állunk. De az autópálya matrica az övé. Az nagyon erős. Tényleg köszönjük még ezzel a sponsornak, hogy még egy hetet ráhúzhattunk. Az nagyon durva. Egész éves. Nem volt tervbe? Szerintem nem. Nem tudom, hogy tervezik, ugye egy hét volt, aztán megjelentek, de nem tudom, hogy simán lehet, ha... De ha mégis benne volt, akkor legfeljebb csontig benyaltam, nem? Hadd örüljenek! Hát még a jövő is jöhet rá 3 napra. Egyébként simán belefér. 3 nap, ez 3 nap nekik már semmi. Már annyi van nektek ott matricásoknak. Eleve nagyon cukik, mert hogy úgy egy kicsit úgy nekünk is azt adtak ezt, tehát hogy tényleg jó arcok. Biztos kallódik még ott 3, nem? Biztosan ott még egy pár. Persze. Igen. Mi ez a sok Viber üzenet? Valamit rosszul csináltunk, vagy rosszul mondtunk? Nem azt mondta, hogy a végén szeretném majd elmondani, a végén szeretném majd elmondani, azt mondta. Higgyetek-e, ne vitatkozzatok. Add be még egyszer. Figyelj! Azt akartam mondani. Hát, végén szeretném majd elmondani. A végén volt ez? Ja, hogy a végén. Aha, végén azt mondod, én azt hittem, te ezt jobban hallottad, Jani. Tudod, aki egyből kifarsul. Nem tudom egy ilyet, hogy tudtál benézni, szerintem itt egyet. Igen, tök fura, hogy... Várjál, hogy akkor a végén mondta, álljunk meg. Igen, a viccet a végén szeretném. Jó, még egyszer? Hallgassuk meg, gyerünk. Azt akartam mondani, hát végén szeretném majd elmondani. Uh-huh. Végén. Hát így végén. Végén. Na, jó. Oké. Még egyszer? Jó, azt akartam mondani, hát végén szeretném majd elmondani. Végén. Ha akarom, igen, ha akarom a végén. Uh-huh. Igen. De mivel én mondtam fel, igen. Igen. Nem, de mivel én mondtam fel, én megyek el. Legyen már meg. Igen, azt mondja, hogy a végén szeretném elmondani. Várjál. Azt akartam mondani, hát végén szeretném majd elmondani. Vigen. Ez a végén is, vagy igen is, az igenből és a végénből ez a vigen. Vigen. Igen, de a V-vel kezdte, ami a végénnek az eleje. Ha hallgató barátok vagyunk, akkor az végén, ha nem, akkor igen. Akkor viszont igen. Mi hallgató barátok. Viszont sose voltunk hallgató barátok. Játszunk még egyet akkor. Jó? Játszunk még egyet. Annácska drága, hív vissza, léci. De nem kap még egy autópálya matricát. Innen visszajönni, már kezdtem volna felvezetni a témát. Már elengedtük, már zuhant, érted? És kiugrottunk 3 utána, egy ernyővel, és megfogtuk. De már a csávó az a becsapódás előtt volt konkrétan. Hát ez. Mert nem mondta, ki képzeld. Végén. Azt mondja, hogy a végén. Megmutassam neked is? Olyan szívesen megmutatom. Na, figyelj, figyelj. Azt akartam mondani. Hát végén szeretném majd elmondani. Vigen szeretném majd elmondani. Ez az igen, és a végénnek egy ilyen... Ez jó. De inkább a végére hajlok. De ránézem a Viber üzenetet, és látom, hogy Jézusom, majdnem 100 üzenet. Itt valami megint történt. Mert ugye állandóan nullázódnak az üzeneteink. Mondom, itt ez nem oké. Attila. Igen, sziasztok. Na most is kimondtad. Hopp, ott volt. Na, tessék. Jó, meghallgattuk. Figyelj, képzeld, nem mondtad ki. Képzeld el.
Most akkor nem mondtam ki, mert az volt, hogy igen, meg nem. De nem mert igen. De igen, de nem. Aha, de az, nem, az nem jó. Igen, értem. Igen, de nem azt mondtuk, hogy a végén szeretném majd elmondani, és ezt hallottuk igennek. Igen, ott nagyon, most? Nem tudom, hogy a hasonlulás miatt. Igen, igen, igen. Most mi legyen az, a újra játsszuk, vagy? Aha, mondjuk nagyon magabiztos vagy. Hát szerintem játsszuk akkor újra. Játsszuk újra. Mondom, már zuhantál, tehát már majdnem becsapottál, amikor utána dugrottunk egy ejtőernyővel. Hát meg ugye a Janitól nem tudtam megkérdezni, hogy esetleg emlékszik-e rám, úgyhogy... Hát azért mindenképpen játsszunk egy újat, ha itt vannak bizonyos emlékek. Volt egy Ó, már indítom is az órát. Már ilyen is indult az óra 3-2, hogy tessék. Megyünk is. Igen. Ja. Balázs, kimondtam. Kimondta Balázs. Szóval itt vagyok. Volt egy ferde éjszaka? Remélem, hogy emlékszel. A tiéd volt a ferde? Dehogyis, dehogyis. Tessék? A tiéd volt a ferde, vagy az enyém? Az éjszakában. Szerintem a tiéd. Szóval az első Note telefon vásárlása az általam történt. Tényleg, nálad vettem? Bizony, bejöttél a Mónival, a Vitánkkal, és pontosan ott voltam eladó, bejöttél, és másnap jöttél. Van közöttek egymáshoz? Most már igen, semmi közöttünk egymáshoz. Ez az volt! Most már igen, azt mondtad, most már igen. Semmi sincs. Igen, most kimond, most az ott volt. Ez most volt. Ez tisztán volt. Kérjük egy csinálni, ezt szerintem vigent mondom. Tízig el leszünk ezzel. Nem, biztos, hogy kimond. Úgyhogy az első nótot azt nekem köszönheted, és hát azóta is kitartasz mellett, ha jól tudom. Egyértelmű. Jó, ez nagyon jó. Hát ez egy jó sztori volt, Attila. De miért volt ez körbe éjszaka? Hogy? Semmi. Nem, az csak ez egy poén volt. Mert megköszöntem nekik, és akkor még hosszú haja volt, sokkal lányosabb volt, és mondtam, hogy fésülje rá a bajszára a haját, és úgy nézzen hátra a jobb válla felett. Attila, nagyon fontos, hogy... Aki nálunk adásba kerül, az kell, hogy meséljen egy viccet, úgyhogy létszés. Az előző rohadt jó volt. Szeretném, ha elmesélni egy viccet, mert nem teszünk kivételt senkivel. Adásban vagy, úgyhogy akkor létszés, parancsolj egy viccel. Kedveskedj nekünk. Miért ordít a rendőr kávézás közben? Nem tudjuk. Mert szúrja a szemét a kiskanál. Köszönjük szépen! Ez rossz. Küldjük az ajándékcsomagot is. Nem számítottam. Köszi! Ciao. Köszi szépen! Hello! Gyerek, máshogy erre is elmondta a viccet. Nagyon menő. És szerintem megjött a nap vicce. Én most ezt így láthatlanban, én azt mondom, hogy most oké, még csak 4-8 van. Falon? Aha. Na, nyomást. Attila. Igen. Köszönjük szépen, Attila. Erős tényleg. Ez elég. Nagyon várom. Hogy hívják a börtönbélyegzőt? Hogy hívják a börtönbélyegzőt? Nem tudom. Hát járt csak börtön. Börtönbélyegző. Sosem jött rá enged, de gondolkodjunk soha már egy kicsit. Soha nem jössz ne dobjuk oda. Börtön, zárka. Nem, zárka. Bocsánat, addig lemegyek ki. Mi van még, várjál. Mondjál szinonimákat. Fegyintézet. Rázsos ablak Marcona urakkal. Fogda. Este pajzánkodás az óvival. Vessék. Érckalapácsosekbe. Mit mondjak még? Na, mi van? Hogy hívják a börtönbélyegzőt? Fogd a pöcsét. Mondtam, hogy fogd a basszus, a fele megvolt. A feléd összeraktad. Fogd a pöcsét. Fogd a pöcsét. Nagyon nagy. Jó, de jó. Ezt nagyon szeretem. Fogd a pöcsét. Köszönjük szépen. Na gyerekek, van itt egy anomália, egy hír, amit meg kéne fejtenünk, hogy ez hogy történhetett. Rejtélyes potyautas, ezt találgatja az egész világ. Anomália. A zavaros női név. Igen. Egy orosz férfi novemberben útlevél és jegy nélkül repült Dániából Los Angelesbe. Az szép teljesítmény. Igen. Azt mondta az amerikai hatóságoknak, nem emlékszik, hogy jutott át a biztonsági ellenőrzéseken Európában. Annyira be voltam tépve, és az a sok vodka. 46 évesen érkezett meg a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérre. A 931-es járatában Kopenhágából kezdetben azt mondta a hatóságoknak, hogy az útlevelét a repülőgépe hagyta. Kiderült, hogy nem találták meg az útlevelét, nincs a repülőm. Azzal vádolják, hogy potya utasként tartózkodott a gépem. Na de, ha nem rendelkezel útlevéllel, ugye nem mehetsz be az Egyesült Államokba, ez rendben van. De hát a repülőre se szállhatsz föl. Hát akkor szállsz föl a repülőre. Igen, találtak a rendőrök a telefonjában egy fényképet, amelyen egy útlevél látható, a nevét, a születési dátumát és az útlevél számát tartalmazza. Tehát útlevele volt a csávónak. Hát és... valamikor.
A repülőgép személyzet, valamikor ilyen repülőgép személyzet elmondta a nyomozóknak, hogy a járat indulásakor, ami Kopenhágából indult, egy olyan ülésen ült, amelynek üresnek kellett volna lennie. A felszállás után folyamatosan a repülőgépen bolyongott, helyet cserélt, és megpróbált beszélgetni a többi utassal. A vámosok nem találták meg az ocsigava adatait a rendszerükben, úgy hívják a csávot, csak azután jöttek rá, hogy potyautas volt, miután az összes feljegyzett utast átvizsgálták. Tehát nem tudják, hogy hogy ugrotta ezt meg. Hány kapunk kell átjutnod, ha mondjuk átszállás nélkül mész Kopenhágából Los Angelesbe? Na, hát a feljegyi reptérről tudok beszélni, neked Kopenhágában még nem voltam. Ott az elején rögtön van a beengedő kapu, ott de várjál. Az útleveleddel mész be. Ott már föladod a csomagokat, ott útlevél. Ugye? Ja, ha csomag föladós, csomag föladás, vagy akkor útlevél. Az már egyből útlevél. Egy. Kettő, utána van a beengedő kapu, ott már igen. A beszállókártyát kell, amit csak az útleveleddel kapsz meg. Illetve, hogyha nincs föladott csomagod, akkor nincs az útlevél, hanem egyből csak a beszállókártya van. Aha, igen, akkor csak beszállókártya van, de az Unión belül repülsz, akkor nem kell útlevél. Hiszen akkor csak beszállókártya, meg személyigazolvány. Amcsiba biztos. Hát minimum de kettő, biztos. De inkább három. Utána... A kopenhágai reptéren bemész a tranzitba, de a tranzitból kilépve még lehet ott is egy útlevél ellenőrzés. Ugye Ferihegyen is van, hogy a tranzitból, ha az A-n szállsz föl, vagy az A-kapuk fele mész, akkor ott még egy útlevél ellenőrzés. Az ország a Schengeni határon kívül mész. Ugye? Okay. Vagy az Unión kívül, ezt most nem tudom pontosan. És a gépre szállásnál is kérhetik, ott nem feltétlenül, oda a beszállókártyát kéri, de nekem volt már olyan, hogy kértek személyt vagy útlevelet. Igen, de ott is volt útlevél, de beszállókártya minimum a gép ajtajában. Igen. Tehát az, hogy a csávó átment három vagy négy lehetséges ellenőrzési ponton. És senkinek nem tűnt, illetve még a beszállásnál is kérnek, várjál. Tehát a beszállásnál, amikor beszállsz a gépbe. De nem az ajtóba, nem az ajtóba, hanem elől a kapunál. Ahogy kimész a terminálból, akkor a beszállókártyát biztos, hogy kérik, és elképzelhetőleg az ott az útlevelet is sokszor kérik. Majd bemérsz a repülőhöz, és a repülő ajtajába is még sokszor megnézik a beszállókártyádat, és irányítják, hogy előre-hátra merre menjen. Nem lehet, hogy megvolt neki, csak elitta, vagy elcserélte valamire a gépen. Hát egyszerűen képtelenség, hogy ezen a négy kapun úgy mész végig, hogy nincs nálad útlevél. És az a fotó, amit te mondtál, hogy van egy útlevél fotó, az hol készült, azt tudjuk. Nem. Nem lehet, hogy ez annyira szétütötte magát a repülőgépen a csávó izgalmába, hogy lehúzta a WC-n, vagy... Simán lehet, hogy ez a repülőgépen tűnt el, mert addig nem ennyi kapun keresztül jutni útlevél nélkül, csak beszálló kártyával nem lehet. Ezek 5 év börtönre számíthat, nagyon komolyan nézik. Semmire nem emlékszik, az elmúlt 3 napban nem aludt, akár 5 év büntetést is kaphat, és nem emlékszik arra, hogy jutottál Dániában a reptérbiztonsági ellenőrzésen beszállókártya nélkül. Ja, hogy az sincs. Ne beszállókártyája se volt meg. Tehát se útlevél, se semmi nem volt, egyszer csak leszállt Los Angelesbe, hogy haló, itt vagyok. Azért az nagy művészet. Akkor ezt a gépen kellett hagynia. Hogy akkor valószínűleg volt neki. Volt neki, biztos, hogy feljutott a gépre, és biztos, hogy akkor még megvolt minden, mert nem létezik, hogy beszállókártya és útlevél sem volt nála. És úgy jutott át. Ittas volt a csávó, hogy megérkezett. Igen, meg nagyon fáradt, mert 3 napja nem aludt. Ja, hát azért így, na, hát azért így már értető. És akkor ezeket ilyenkor kamera felvétel, az összes dániai repteret kielemzik, visszanézik, látja, ott van. Persze, meg tudják nézni. Ott akkor egy sok ember mulasztott. Persze, a kamera felvételeken látszik, hogy elkérik-e tőle. Egyébként fura módon, miért nem azokat büntetik, akik mulasztanak? Miért a csávót? Tehát, hogy ha én föl tudok jutni, be tudok jutni, el tudok menni, és a gép elvisz, és nem veszik észre, akkor miért engem büntetnek? Miért nem azt a 6-8 fontos pontot, akik eljuttatták odáig, hogy ő felszálljon? Hát ő meg tudja csinálni, oké, ez most olyan, hogy ha lopsz, akkor ha ki tud vinni a kenyeret, akkor miért engem büntetnek, miért nem az alkalmazottak, akinek az a feladat észre? Kicsit rossz az analógia, értem, na de hogy azért 5 év börtön ezért, hát feljöttem, elhagytam, akkor azt kell mondani, hogy fél repülőn volt, még elhagytam. Tehát a repülőn nem találták meg. De repülő nem találták meg. Azért ez de valaki fölvette magával. Hát vagy nem találták meg, lehet, hogy valaki lenyúlta aztán jobb pénzért. Ott ül mellettem egy csávó, hogy belenézek még tovább a kis fakjába, azt hiszem, hogy az én útlevelem elrakom, beszáll a kártyáit, és a 250 utasnál valaki jó lehető szállodájába megtalálja. Oké, én meg én biztos azt hogy eltűnti voltam, és eltűnt. Amerikai Egyesült Államok határrendészeti szerve vagyok, szarok rá, hogy te de elhagytad. Én szerintem nagyjából ezt mondják. Viszontlátásra. Nem szaroznak. Ja, biztos, hogy nem léphet. Tudod, mi volt, amikor mi mentünk Los Angelesbe, egy haverom kért 2 rút kolbászt. Hát hülye Rákóczi mit csinált? Betettük a bőrönt be föladásra.
Ami aztán később kiokosítottak, hogy ezt hogy kellett volna csinálni, mindegy, leszálltunk a reptéren, ott odaállsz ilyen óriási terminálokhoz, már úgy néznek, hogy azt érzed, hogy te a legutolsó szaralak vagy a világon. Esküszöm, azt éreztem, kitöltöttük, amit ki kellett, állunk a sorba már a nagy csomagunkkal, és egyszer csak ugyanúgy, mint nálad, a kolumbiai kutya, nálunk is leült a nagy kutya. Hát nem mondom, hadd üljön, hát nálunk persze, aranyom, nincs semmi. Hely. Na, a csávó kihívott, és akkor az volt, hogy ez micsoda. Hát mondtuk, hogy a havernak kolbász. Ez egy kutya, nagy már. Kutya. Nem szórakozunk, nem a kutya, hogy a kolbász. Mi az, hogy mi ez? Hát kolbász, élelmiszer, Békés Csabai haver, te tudod mi ez? Nem Gyulait hoztunk, Békés Csabait. Haver itt él egy éve, hát paprikás krumplit akar lenni, mit szólunk? Nem eszük azt a szart, hogy Gyulán, ami nem azt eszük, hogy Békés Csabait eszük. Csáho megint nézett Los Angeles, mi van? Vagy úgyse tudjátok, hogy mi az, amilyen rosszakat ti esztek, és akkor mondta így a kukára mutatva, hogy akkor ezt most mindenféle szó nélkül oda beledobod. Vagy semmilyen élelmiszer, igen, legalábbis ilyen nem. Azonnal visszamész. Tehát nem az, hogy alkudozunk meg izé, meg hogy elfalatozzuk mi ketten, is adunk neked is, kedves vámos tesó, nincs, ott nincs ilyen, hogy maga elhagyta az útlevelét, vagy semmi. Mit csinált, senkit nem érdekel. Igen, voltam Amerikában, ott úgy mennek oda hozzád, hogy te biztos, hogy rossz szándékból mész. És ebből a prekoncepcióból kell nullára gyúrni magad. Igen, ez a prekoncepció, hogy rosszat akarsz, robbantani fogsz, itt akarsz ragadni, munkát akarsz vállalni, de biztos, hogy nem turista vagy, és ilyen két hét után te hazat akarod, na ez nincs. Nem ismerik a tréfát. Semmi, mínuszból jössz vissza. Milyen célra érkezik az országba? Terrorizmus. Igen. Nem, mert ott nem sütöd el, és ott ül az officer, érted, bent, rád néz végig, mér, és látod, hogy 4000 évig egy New York-i börtönbe fogsz rohadni, ha bármi rosszat szólsz. Tehát, hogy ők ott nem szórakoznak. Mínusz 100-ból kell visszajönnöd 2 perc alatt. Igen. És lehet, hogy nem érted az angolt, és olyanokat kérdez, hogy te tudod, brooklyni szlengel olyat bekérdez, hogy leesel a székről. Semmi szavát nem érted. Én leszálltam New Yorkba, yes, én is leszálltunk New Yorkba, érted, Kennedy reptér, hát életemben nem láttam még akkor reptért, 2 repültem. Ez megnézzük, érted, hát olyan csávó szedett szét, hogy úgy kellett kapaszkodnom, érted? Csak rosszul, egy kicsit szőke haja, kicsit mosolyogsz, kicsit 8000 évig. Nyilván most túlzol, de mínusz 100-ról indulsz, nullára, akkor bejöhet. Jó kedved van? Gyanús. Bőröndöd van? Gyanús. Fehér vagy? Gyanús. Fekete? Annál inkább. Mexikói? Nagyon gyanús. Európai? Végképp gyanús. Álmos vagy? Rossz kerül vagy? Mit leplezel? De nem így van. De tényleg mosolyogsz? Mit akarsz? Drog van nálad? Biztos. Ezt érzed az első pillanattól az utolsó. Egy olyan... És melletted mennek el az amerikai útlevéllel, tudod? És nagy mosoly. Annak viszont mosolyogva. És tudod, így nézed, és de jó nektek, srácok, de jó nektek, tudod, és ott megérzed, hogy pici országból jöttél rossz szándékkal, és tudod, melletted maga elsétálnak. Nagy mosoly, puff, behetsz, hello. Tehát azért az egy nagy világot, igen. De orosz volt, ugye, a csávó, tehát akkor azért azt tudjuk, hogy ő neki lehet, hogy volt egy frontbehívása, vagy egy katonai szolgálata. Hát én is megpróbálok felszállni Ferihegyen egy brüsszeli, vagy nem tudom milyen gépre. Még ülök is 3 évet börtönbe, nem? Ja, csak ne kelljen a frontra. Hát ha most, érted, beiszom, és megpróbálok Ferihegyen följutni. Hát valahogy csak sikerül. Okay. Jó, mi a terv? Tehát itt van a szituáció az, hogy akkor neked most vagy mit én, börtönbe kell vonulnod, frontra kell menned, tök mindegy, el akarod hagyni az országot, nincs útlevele. Beszálló kártyát lopok. Tehát valahogy megpróbálok a reptéren egy kávézóba, egy ott ragadt útlevél, lerakja a kávézik beszállókártya, ahogy elnéz balra, ahol fölkapom útlevéllel együtt. Okay. A beszállókártyával átmegyek az ellenőrzésen. Igen. Amikor útlevet kérnek, akkor hüvelykújjal kitakarod a nőnek az arcát. Meg a nevét. De ha Európán belül megyek, akkor már nem kérnek, mert Ferihegyenbe megyek, nem állok be a gyors becsekkolóba, megnézik a cuccaimat, ott már kapuval nyitom, automatán kinyílik az ajtó előttem. Beszállókártyával oda megyek, és a géppel odaadom a beszállókártyát, és csumesz. Nagyon és leszállok jó. Mondjuk, mit tudom, Unión belül Párizsban. Ott nem kérnek semmit, hiszen Unióból Unióba jöttél, ott azonnal mész ki a kapun, és kint vagyok. Akkor vagy szarba, ha egy moszkvai repülőjegyet loptál. Az nagyon szar. És leszállok, és azonnal besorolok. És ott is vagy. És azonnal visznek a pontra. Tehát mit tudsz csinálni? El tudsz lopni egy beszállókártyát. Ott valahol az asztalon. Kisgyerek félrenéz, kávézik, leteszi, addig üldögélek, paf, gyors egy beszállókártya. Hát most nyilván Sri Lanka az nem szerencsés, de... És milyen célra érkezett az országba, kedves Krisztina? Ha akarod, Krisztina vagyok csak. Én mindegy nekem. De nem lehet, hogy ő tényleg a frontról menekült, és bevetett mindent, jó berúgott, nem tudom mit csinált, és bement. Hát ő inkább azt mondja, hogy ülök 3 évet, ülök 5 évet, csak ne vigyetek el a frontra. Nem, hát vagy ha ukrán vagyok, orosz vagyok, inkább megpróbálok felszállni akár egy repülőre. Valahogy kijutott Dániába, nem?
kocsival, nem tudom, valahogy megoldottad, Dániából meg megpróbáltad. Úgyis kitolottolják. Fölsírta magát a gépre Dániába, hogy orosz vagyok, el akarnak vinni a frontra, engedjenek már fel az amerikai gépre, biztos van egy szabad ülés. Valahogy eljutott Dániába, és Dániából meg aztán fölkommandozta magát. Igen, de azért ez érdekes. Hát Amerikából biztos, hogy kirakják. Kérdés, hogy ilyenkor kicsuk le? Tehát az amerikaiak nem kiraknak, oké? A dánok onnan indultál. Á, valószínűleg ők is tovább küldenek. Tehát valószínűleg visszaküldenek egyébként Moszkvába. Aha, egy fél év múlva úgyis otthon találod magad. Igen. Amerikában oroszként papírok nélkül azonnal otthon, sehova nem mész. 8 évek. Tényleg 5 év. 8 évet tűz Los Angeles, igen. Budapest-Stockholm járaton sokszor ellenőrzik az útlevelet a svéd repteren. Bence svédből küldte nekünk. 8 évig a bécsi reptéren dolgoztam, olyan esetek vannak, hogy elsőjénétek, a takarítók rengetegszer a saját maguk tudta nélkül dobják ki az útleveleket, vagy akár a borítékban $1000, mert az előtted lévő hálós zsebbe rengetegen beletömnek mindent a 10 órás út alatt. Együtt a szeméttel. A leszállásig már elfelejtik többen, a takarító csak kihúzza a zsebet, marokkal belenyúl, nincs ide ellenőrizni, mit vesz ki. Onnantól sose lesz meg. Aztán. Onnantól sose lesz. Én sokszor gondolkodtam rajta, hogy mi lehet az útlevelemmel, vagy hogy. Hogy ebben a pillanatban hol lehet. És lehet, hogy valami személytelepen rohad akkor. De melyikre gondolsz? Hát az első utatoknál, amikor amikor hát az várja, az útlevél, nem tudom mennyire, mint az útlevél a második sztori volt. Az első sztori a frankfurti reptéren, így áll bent a 747-es velünk szembe. Jani körbenéz, és azt mondja, nincs meg a... Lehajoltunk, vagy olyan, még volt egy megérzés, nem tudom, valamelyikünknek, tök minden, lenéz, és ott van beszállok el. Ez az első, majd a São Paulo-i reptéren. Egy és topolofa volt nálam. Hát világos, az ember készüljön fel a nehéz helyzetekre. Igen, majd az örökérvényű sztori a São Paulo-i reptéren, ami akkora, mint Csongrád, te konkrétan, jelzi a Jani, hogy van egy kis baj. Mondom, nem, mert leszállunk, megoldjuk, iszunk valamit. Itt vagyunk. Éhes, mi bírt ki, találunk egy vegai terület. Nem, nincs meg az útlevelem. És amikor még bízott, az utolsó pillanatig bízol benne, hogy nehogy is, ez meg lesz, ott lesz valahol, tényleg becsúszott valahova, biztos, hogy megtaláljuk, most ez teljesen felesleges pánik, de nem, nincs meg. Tényleg. És ül így egy ilyen teljesen szemtelen, tudod, ilyen podgyászkezelő, ahova át kéne raknod a bőröngyeidet, és integet, hogy állj arrébb, mert szállnának be. És arrébb kullogsz, és ott áldogálsz, és akkor elkezdett kitalálni, hogy mit csináljál egy 16 milliós fővárosban vagy városban. Ott te még próbáltad elővetni legszebb mosolyodat? Igen, aztán... Mindig kell, velem van, mit van? Megyünk hát tovább. Nem marad itt. Az már csak egy belföldi állat. Pillanatok alatt ott vagyunk, nem is fog emlékezni rá holnapra. Meggyőződésem egyébként, hogy ellopták. Tehát, hogy ez tuti. Mert emlékszem, még az meg volt az a pillanat, hogy letettem valahova, még az útlevel ellenőrzésen még átjöttem, és szerintem amikor újra magunkra vettünk valamit, övet visszavettél, stb. Ott én letettem valahova magam mellé. És aztán elindultam, és valaki rányult. Hát lehet, hogy egy orosz, aki ugye szeretett volna. Azután elment Kopenhágába. Így van, és azóta valahol virágzik a vadonkártel. Igen, Mexikóban, igen. Laci, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Te jártál hasonló, amit ez az orosz utas, akinek találgatjuk a történetét? Igen. Mi szeptemberben utaztunk a fiammal Las Vegasba, Zürichen keresztül. Kimentünk a reptére, beszálltunk a beszállókártyával, bementünk, végigmentünk. A repülőgépnél ugye szokták kérni az útlevelet személyt. Ugye mi eleve a B aki beszállóhelyről indultunk, ugye mert az Uniót elhagytuk, és ott se kérték a személy igazolványunkat, se az útlevelünket, és Zürichben sem kérték a repülőre való felszállásnál semmit. Elsőnek az útlevelemet Las Vegasba vettem ki, amikor beléptünk az országba. Tehát az azt jelenti, hogy Zürichből mentetek, és a beszállásnál, ugye ott te már tranzitból mész, nem mész ki a zürichi reptére, csak átszállóval. Nem mentünk ki, átszálltunk, és ott is váltunk egy körülbelül 40 percet, megnyitották a kaput, és simán besétáltunk. Kezembe volt az útlevél, és csak intettek, bele se néztek.
Hát ez igen, ez megtörténik sokszor. Igen, hát igen. Ez már kezelőn múlik. Van, aki útlevél és beszállókártya, valaki csak beszállókártya. De a gépre beszállásnál se kértek útlevelet? Csak beszállókártya? Nem, semmit nem kértek. Aha. Előző évben is voltunk, ott viszont szétszedtek minket. Tehát ott elvittek motozásra, ott a feleségemet gyakorlatilag messze levetkőztették. Tehát ott viszont kőkeményen megnéztek. És most, amikor voltunk, semmi. És Budapesten? Sehol. Tehát Budapesten sem. Zürichben sem, az elsőnek, amikor kérték, az Vegasban volt. Azt mondjuk az menő, hogy Budapestről eljutsz útlevél ellenőrzés nélkül Vegasban. Így van. Zürichbe, ahol ugye a Zürich azért az nem unió, tehát ott is kellett volna kőkeményen nézni, és onnan elmentünk Las Vegasba. Na és milyen Vegas? Inkább mesélj arról. Bellagio elnöki lakosztály. Hát az nagyon jó. Menő. Persze, végigjártunk mindent, hogyne. Igen? Hány éves a gyerek? 24. Beavattad? Hát tudod, ami Vegasban. Azért kérdezem, mert ha azt mondod volna 8, akkor nem kérdezek más, de 24 éves a gyerek, akkor remélem beavattad. Hogyne, kettesben voltunk a gyerekkel, apa-fia program volt, úgyhogy jó volt. Tényleg? Az a jó fejek vagytok. És akkor egy pici Hoovergát Grand Canyon minden, vagy csak ott Vegas környékén? Ott már voltunk előtte, csak Vegasban voltunk, csak játszani mentünk, megszórakozni, kikapcsolódni. Megy ronda ügy. Ez egy ronda ügy. Ugye? Ekkora film. Jani, üdvözöllek, itt lakom én is a kerületbe, úgyhogy még remélem találkozunk. Ja, és akkor is. Ma jó meglennek. Igen, drága vagy. Rendben, benne vagyok. Drága vagy. Köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra. Köszönöm, vigyázzatok magadra. Sziasztok. Hello. Szia. Ciao, ciao. Tényleg, és az arcfelismerő rendszer? Mi van vele? Az hol van? Hát az útleveledben van egy kép, azt nem te vagy rajta. Ha lopott az útlevél. Hát olyan tudott ellopni, aki hasonlít. Ja. 10 év alatt biztos, hogy ülsz a kávézóba, egyszer csak bejön valaki aki hasonlít rád. Igen. Évente jár Vegasba a csávó, nekem gyanús. Hát. Na igen. Ami nagy biznisz van. Időutazó? Az még nem merült föl, írja valaki. Ezzel még nem jöttünk elő ezzel az elmélettel, de ez az utolsó. Innen indul. Csak ez lehet. Na jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. Torira, bazd meg, mérleked. Hoppá! 3-4-8 lesz fontos a 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Várjál, nem vagy beadva. Ja, ezt hittem. Várjál, meg csak csütörtök van. Ne beszélj csúnyán, azért nem adod be. Ez teljesen nonsens. Van közlekedési hírünk. Azt mondja, hogy M0-ás Dunarasztitól 8 kilométeres dugó, M1 felé valami munkavégzés miatt, ezt olvastunk már. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Milyen időnk lesz? De szerintem ma jó. Kecskeméten kifejezetten jó. Este 5-től? Este 5-től 8-ig ajándék eső lesz, csak semmi más csapat. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Így van, ajándék eső a Csipet Rozi és a Konzolvilág támogatásával. Köszönjük 4 szépen neki. Darab, akarom mondani, 3 darab PS5-ös. Miért, mert az egyiket is hozoltunk magunk elviszem. Közt. Igen, mi Xboxosok vagyunk. Nálunk az nálunk az igény. Nincs, képzeljétek el. Nálunk sincs még. Illetve a kicsi, van, nem tudom, hogy hívják. Switch. Nintendo. Switch. Nintendo Switch. Vagy mi, Switch. Az van, azt egyszer, vagy 5 évvel ezelőtt beadtam a derekamat, uh-huh. Pedig én nagyon így ellene voltam, tudod, hogy van társas játék, meg majd apa mesét olvas. Gyerek így hát megfogta a fejét, hogy apu nagyon aranyos, vagy nagyon szeretjük apa, amikor mesét olvasnál, de nem. Na, és egy olyan switchet bevettünk, szerinted ki volt az első, aki órákat ott ült a tévé előtt, és a Somával versenyeket játszott, tehát, hogy úgy át tudunk fordulni szóval egyik pillanatra a másikra ebben a dologban. Az Moni gyűlölő is. Tehát nem, ő, tehát, hogy ő abban a pillanatban, tehát már reagálra rögtön, hogy a kezembe veszem rögtön. Rögtön behúzza a féket, apácska. Így van. Nálunk is így van, és ugye abban az a zseniális, hogy tudod vinni is. Tehát ha így van. Bárhova megyünk, akkor mi tudunk nyomni egy versenyzést, hogy hívjákkal, ezzel a kis szerkezettel. Úgyhogy ez egy jó ajándék volt. Én választottok a két P betűs közül. Mi lehet a másik? P betű? Egy P betű, azt tudom, de a másik. Vagy az egyik, vagy a másik. Mi a másik? Hát az egyik a PS, a másik. Ja, PS. Van PS? Hogyne volna. Igen? De az rendes konzolon? A konzol is van, igen. Hát neki 1-től 5-ig megvan. Igen. Úgy volt, hogy gyakorlatilag mindegyiket megvettem, hogy az elsőtől kezdve, a PS1-tól kezdve mindig megvettem a legújabbat, aztán
egy idő után rájöttem, hogy ez hát ugyanaz, amiről beszéltünk a múltkor, hogy óriás drog, tehát, hogy így, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor felejtsük el, mert hogy tényleg olyan szinten szippant be, de hát aztán becsúszott még egy kis switch is, meg ez meg amaz, de Móni nem szereti, nagyon nem szereti. Miért nem vonod be? A családban ez a legjobb őt soha nem, nem is tudom, tehát, hogy a nőknél nem nagy, biztos van olyan hallgatónk, aki erre rácáfol, de valahogy a nők nem fűznek rá annyira. Leszámítva a Virágot, aki mondjuk... Jó, de gyerekként az más. Red Dead Redemption-ezik, meg van egy-két... Egy-két beteg játék? Beteg játék, de ő egy picit már más, másképp áll hozzá, de szerintem a mikorosztályomból a csajok nem annyira. Aztán lehet, hogy... De én csak pasikról tudok, akik függővé váltak. Valami igen, én sem, meg nálunk nincs, tehát mi még kitartunk, nagyon szeretnének, de... Á, nagy fú... De közben meg van egy tök összehozó jellege, tehát ha együtt játszotok, meg nyomjátok, akkor az meg tud azért az jó lenni, és ha olyan játék van, vagy közös, akkor az jó. Most feltettem az örök kérdést, hogy Xbox vagy PlayStation, és jönne 4000 SMS. Igen. Igen. Nincs is annál jobb, mint együtt hentelni a zombikat. Milyen barátságos családi este ez. Henteljük. Szenteste henteljük a zombikat. És olyan ott van, ami ilyen kamerával néz téged, és akkor mozogni kell? Vagy ez a PS, azt tudja? Az nincs. Nem, az nincs. Mert én azon is gondolkoztam. Hogy ne tudnám, hogy... Tudja? Na. Hogy van ebből olyan, nem tudom melyik, tehát nem készültem föl, mielőtt a hallgatók így elküldenek a izébe, hogy van olyan, hogy egy kis kamerát leteszel a tévé alá, uh-huh. Ez össze van kötve a géppel, vagy nem tudom melyik gép ez. Ez a Kinetic szerintem, nem a Kinetic? Az? És például tudsz teniszezni, meg azaz. Tudsz igen. Nem tudom, csinálni, és akkor lát téged a kamera, és Kinetic. Azt csinálja a figura a tévébe, amit te. Kinect vagy Kinetic, az Xbox. Aha. Csak ott tudsz, egy csomó van sportértéke is valamennyi. Táncolsz, teniszezel, golfozol, igen. Ja, hát ez a Just Dance, uh-huh. Az megvan. Nincs? Azt se ismered? Dehogy nem. Mi vagyunk az öregek. De a mozgást kell leutánoznod. Meg kell csinálni. Meg kell csinálni. Persze, ezek óriási megvannak. Bajnokságok vannak. Hát, mi tök jó. Feri, tudod, mi rockerek nem nézünk. Mi csak a Just Dead. Igen, ez a kinek csak már nem támogatja. Az egyik konzol. Aha, igen. Tehát akkor nem csináltak belőle továbbiakat. Van Metal Just Dance is. Ja, hát az... Ott headbangelned kell. Vannak benne, de óriási függőséget okoz. Tehát, hogy semmi különbség nincsen köztet. Tehát, hogyha meg kell húzni egy határt, valahogy ezt kontrollálni kell, mert olyan szinten tudsz rácsúszni, hogy az hihetetlen. Tehát nekünk is volt a családtag, aki tényleg ezt csinálta. Maga mellé állította a karton energiaitalt, meg a izéket, meg a 2 literes pillepalac kólákat, aztán orvérzésig. Magára zárta az ajtót, uh-huh. Azt hagyd szólja. Na jó, már emberi kapcsolatokról beszélgessünk, ne ilyen szarokról. Na mondj valamit. Ami elért, hát ez nem az, mert ez lesz ma az ajándékunk. Igen. mondom, nem így gondoltam, tehát most elnézést kérek. A szponzorunk ma este pont ezeket fogja osztogatni. Kecskeméten. Ne beszéljük ezekről a kártékony, ártalmas szarokról. De pont elmondtuk, hogy ezek milyen jók, mert ha jól csinálod, összehozza a családot, nálunk is van ilyen. Na de ami szétbontja a családot, egy kedves ismerősömmel ültünk a helyi kocsmáriumba, ugye mi szoktunk egy ilyen értekezeteket. Hogy csak az értékes dolgokról beszél. Az értékes dolgokról. Szoktunk értekezleteket tartani, félreérteni. János, de mivel egyikünk se jár iskolába, nem tudunk bemenni az osztályterembe. Hát, haza nem hozhatod a problémákat, ezért hova mész? A kocsmába. Az italboltba. Így is van, fröccsöket fogyasztunk, férfiak egymással őszintén beszélgetnek. És hát elérkezett az a pillanat, ami nálunk is hamarosan majd el fog érkezni, ez pedig a következő, hogy ennek a bizonyos ismerősömnek van egy lány gyermeke, aki most azt hiszem másodikos gimnazista, tehát 15-6. Hát 15 még a kis csaj, és a szerelem az kibontakozott, megvan a férfi ember, aki az ő szívének a választotja, ebben a pillanatban még azt hiszi, hogy ez örökre szól, és ez így van jó. És valószínűleg téved. És valószínűleg téved, és tévedjen is, ki kell próbálni, még sokat menni kell, az igazit, hajrá! Azonban, hát van egy családi ellenállás a fiatalember irányában. Ismeretlenül vagy ismerve? Ismerve már a fiatalember. Előnyeit, hátrányait. Előnyeit, hátrányait volt már náluk, bemutatkozott a csávó, és hát az történt, hogy anyuka, a kislány anyukája, az egy 3 órás idegrohamot és öröngést kapott a fiútól, mikor kiderült, hogy a kislánynak ő a választotja, és hát ők együtt járnak,
hogy ez a családi értékekkel ez a fiú összeegyeztethetetlen, egész egyszerűen ez felháborító, hogy neked kislányom, aki gyönyörű vagy, szép, okos, erkölcsös, fantasztikus, egy ilyen utolsó senkit, Roger, lett a szerelme! Tipikus. Hogy fi, ilyenkor mit csinálsz? És azt kérdezte ugye a haver, hogy ő vajon, hát ő se ért teljesen egyet a választással, de ő a megértő típus, aki azt mondja, hogy figyelj, őt szereti a lányunk. Aha. Őt szereti a lányunk, nem tudsz mit csinálni. Hát most tiltsd el tőle? A legnagyobb hülyesség. Ráadásul igen, minél inkább tiltott, hát annál jobban a fiú fele megy. Hát persze. De ebben a korban ez teljesen természetes. És ilyen, hogy az ellenállás felé mozdulsz, illetve ki az ellenállásból, pont az ellenállással szembe. Így van, tehát ilyenkor lesz az, hogy éjszaka kiszökik, majd a kis csaj az ablakon keresztül minden, hazudni fog a szülőknek, hiszen a szerelmével akar lenni, aki ugye nem szimpatikus a szülőknek. Tehát azt hazudod, hogy átmegyek a Krisztijékhez. Igen, de nem ott lesz, hanem egy kocsiba, egy Tesco parkolóba. Igen. De most te mindig igen, ezt mondom. Hát, de tényleg, hát hol tudsz vele találkozni, ha fiúnak sincs lakása, persze. Tehát van egy óriási ellenállás. Mi a megoldás? Kérdezem én, kedves hallgatók, hogy ti ezt hogy kezelnétek. És már az is fölmerült, a kis lányom kérdezte, hogy akkor mikor jön el a pillanat, hogy Zolika itt aludjon. Nem Zolikának hívják, nem tudom, hogy hívják a csávot. Zolika itt aludjon, mert hogy ő már nagyon szeretné. Hidd el, anya, hogy nem lesz semmi, csak a Zolika hadd aludjon itt. Aha. Na? És egyik szülő se szimpatizál, illetve az egyik egy kicsit jobban, de... A apuka kicsit megengedő. És a fiú nem túl megnyerő, vagy nem, tehát hogy... Vannak kihívások állítólag, nem láttam a fiatalember, de állítólag vannak, tehát koszos cipő, lógónadrág, na, tehát hogy... Azt hittem más. Igen, koszos cipő. Igen. Mire gondolt? Majd elmondom. Igen. Én meséltem azt, hogy... Cipő. Koszos cipő, lógónadrág. Bőfarmer. Mekkora probléma. Lógópulcsi. Hűha. Vannak családok, ahol ezek kizárók. Érted? Egy lógónadrág. Kicsit ápolatlan haj. Tehát vannak problémák. Anyuka mást képzel el a gyerek mellé. Hogy egy két diplomás, 25 hát éves. Nem, igen, de nem, állatorvosnak éves. Tanuló, három nyelven beszélő, igen, fehér lovon érkező. Hát, hogy ez szokott lenni. Ugye, egy jó modorú, szép körbű, szép beszédű, szép fogú. Igen. Jó sárú, intelligens. Fehér lovon érkező, vagy fehér lovon érkező? Dosztojevszkit olvasó. Azt ma a mai világban már mindegy. De igen. Igen, kvantumfizikáról elbeszélgető, tudod, akit el lehet vinni egy családi. De anyuka adott esélyt, leült a fiúval, volt egy vacsora, volt egy ebéd, kérdezte valamiről, vagy ránézett, és azt mondta, te lógogatjál. Te akarod a lányomat? Na húzzál. Tehát volt valami, amit... Miért adna esélyt? Hát semmi? Ránézett, és tudja, hogy... Győztek az előítéletek? Aha. Így van. A kinézet, a bőgatya és a pulóver? És apuka tartja magát, ugye ő próbálja védeni a dolgot, hogy hát mégiscsak a kislány első szerelme, majd rájön, hogy nem ez az igazi. Aha. A válasz, és mi van, ha nem jön rá? Igen. Mi van, ha a gyereket szúr, mi van, ha elköltözik? Igen, bizony. Ha elmegy ezzel, ha összeköltözik, ha gyereket csinálnak. A lánygyerek és anyukáknak, apukáknak nem könnyű. Ez a fázis nehezebb. Ez a fázis nehezebb, azt hiszem. Már ez a fázis, pedig, ez nehezebb. De az én lányom kaptárába nem jutsz be, te lódarás. Hát, de ide el kell jutni, hogy beszéljes a lódarással. Tudod, ez még nincs meg, ez a dolog. Ez a igen, méz, ez nehéz. Nem a te hát, mit tudsz ilyenkor csinálni? Hát, De el nem tudja elfogadni. Lehet, hogy én se tudnám. De akkor meg sutyiba fognak találkozni, akkor meg nulla kontroll. Tehát, hogy ez pont ez fog történni. De megvan, hogy te ülsz a családi vasárnapi ebédnél a kedves kis jól szituált családoddal, és ez a tróger. Ez a koszos cipő. A lógógatyás. Ez ott ül, szürcsöli a leves. A te levesedet. Érte? A te aranysárga húslevesedet. Aranysárga, vagy az anyádét. Igen. Az anyád főzött nektek aranysárga húsleves. És kitologatja oldalra répát. Hát az biztos, hogy tarkon velem. Hát, na. Ne szórakozzál, mert nem eszed meg házirépa. Hello. Hát figyelj, mit tudsz csinálni? Te el kell fogadni, mert egyébként meg tényleg az lesz, hogy akkor meg a lógógatyás, akkor meg pontosan azt fogja csinálni, mint Balázs, hogy majd egy Tesco parkolóba foglak találkozni. Akkor meg nulla kontroll van. Akkor meg tényleg nem tudsz az egészről semmit. Nincsen rálátásod. És elkezd majd. És az a baj, hogy ez csak az elej az egésznek. Tehát, hogy elkezd titkolozni, utána pedig szépen lassan az életed részévé válik.
következő. Veled már nem oszt meg semmit, hanem minden titokba fog csinálni a Tesco parkolóban. A csomagtartó hátuljában. De ha mégis ez egy hosszú távú kapcsolat, miért ledöntött ülésekkel? Mikor csináltad a csomagtartóban? Ledöntött ülésekkel. Felhajtott csomagtartóval, hogy nagyobb legyen a hája a lábnak. Hát igen, ez a megoldás. Szóval, hogy ellened fordul. Hát, vagy adjunk tanácsot, vagy kérjünk tanácsot azoktól, akiknek sikerült integrálni a hapsijukat vagy a csajukat a családba fiatalon. Hogy csinálod? Mi a trükk? Tehát ha most én nem a szülők oldaláról nézem, hanem a gyerek oldaláról. Én szerintem ebbe félre kell tenni az előítéletet. Tehát hogyha látod, hogy a lányod boldog, normálisan bánik vele, boldog vele, nem hazudik, nem veri át, tehát akkor nem neked kell vele élni, nem neked kell választani. Szerinted egy anya tigris azután, hogy az, hogy koszos a cipőléje és lógagatyája után, szerinted hajlandó ezt észrevenni egyáltalán? Tehát én azt gondolom, hogy... Meg kell kérdezni az anyatigrist, hogy figyelj ide, te anyatigris, a te első választottad egyébként egy szorborra járó, Harvardot éppen elvégző, négy diplomás, amerikai, jó családból származó, amerikai arisztán. És nyakkendőben. Szerinted mi sem választottunk más, hogy minket sem választottak más, hogy nem fog elmenni, nem fog hozzámenni, nem fog neki gyereket szülni, elcsattan egy csak. Igen, inkább aludjon ott. Inkább te tud ellenőrizni és kontrollálni a dolgot. Inkább ott legyen, inkább, tehát ne elüldözz, hanem öleld magadhoz az ellenségedet, annál közelebb vagy hozzá, nem? Te öleld magadhoz. Én legalább látod, hogy mi történik. A cipője. Hát igen, hát ami benn vannak a szobában, tisztítgass meg neki egy kis. Ja, még ő csinálja meg ezeket. Mindig utáltam az anyukákat. Sosem bocsátom. Hát de most gondold, de mi van, ha tiltod? Ha tiltod, de elmozdul, tényleg trükközik, hazudik, kijátszik, főleg, hogy szerelmes, indulnak be a hormonok, vele akar lenni, ott átgázol mindenen, rajtad a szülőségen, a bizalmon, tehát ezzel nagyon sok mindent le tudsz rombolni. Amíg azt mondnak, hogy menj, csinálj, de egy érzelmi háttéret ott vagy mögötte, itt vagyok, ha baj van, még azt is elmondhatod, hogy figyelj, vigyázz vele, nekem nem szimpi vagy ettől, és ettől tartok, de te tud, hogy ez a saját bőrödön fogod megtapasztalni, akkor az már neki elég, légy ott, és hív föl egy-két dologra a figyelmet, kozos a cipője. Nézd meg, kozos a körmely. Szerintem ezeket el lehet mondani, de ez csak olyan finoman, nem? És akkor közben érzelmileg meg ott vagy. Itt ellene menni, meg szembe menni, meg tiltani, dübörgő hormonokkal, szerelemmel, első nagy szerelmet, zsákutca. Szülői öngyilkosság. Könnyen beszélsz a két fiú gyerekkel, de mi lányosok? De hát, nektek keményebb. Nekem csak két kuki miatt kell aggódni, nektek az összes miatt. Neked, de sokkal keményebb. Igen, ez egy keményebb. Bárki is van ebben a helyzetben. Vagy a barát, de mondd meg neki, hogy győzze meg asszonykát, hogy nyugalom, békesség. Valószínűleg egy fél év múlva, egy év múlva sehol nem lesz. Igen. Reménykedjen. Hogy reménykedjen benne, nem lesz. Tehát, hogy... Utána hogy... tényleg egymásnak adják majd a kilincset. Tehát, hogy nem kell ezzel foglalkoznia. Ez az első, de abban az évben még lesz 6. És szerintem ilyenkor, ha egy szülő jó fej, és ennél az első fontos eseménynél a gyerek azt érzi, hogy igen, a szülő az én pártomon van, ő az örök további bizalom elnyelés. Érted? Tehát itt nagyon sok minden dől el, hogy a gyerek ellened fordul, és elveszíted, mint kamaszt, vagy azt mondja, hogy oké, még ha nem is tetszik, de tök jó fejek vagytok, hogy itt alhat, hogy bírjátok, hogy próbáltok vele jobba lenni, az egy jó pont azért. Tehát anyukát erre lökném, hogy próbáljon meg jobb belátásra bírni, nem fognak nagy kárt tenni a gyerekébe. És minőségi nyílászárokat, jó hangszigeteléssel. Ne haladszódjon. Azt már ne hallgassa végig anyuka. Belerecselni. Igen, azt ne hallgassa végig anyuka. De inkább ott aludjon, ne érted, mint egy árokparton valami. Már azt lehet egyébként, hogy ne érted, hogy hátra is azt mondja, tiszta apja. Vagy tiszta anyja, tudod, éppenséggel. Mintha csak magamat igen, hallanám. Hogy apuk azt mondja, hogy bár drágám, igen, te is így élveznéd. Na, hát ez a gyerek se rád ütött. A mindentől féltő és tiltó szülők nevelik korunk legjobb hazudozóit. Igen. Milyen szép. A mindentől féltő és tiltó szülők nevelik korunk legjobb hazudozóit. De igazából. Milyen nagy modell. Mert kamuzni fog a gyerek. Így van. Előbb-utóbb kamuzni fog, előbb-utóbb ellened fog fordulni, nem kell már. Már nem a tulajdonod, nem a tied, érted? Nem birtokolnod kell, hanem csak támogatni, és igen, megvárni, míg elesik, míg csalódik, míg lehet, hogy átvágják, míg szerelmes lesz, míg megcsalják. De nem, itt már nem a tiltás. Ebben a korban már inkább az érzelmi háttér meg a támogatás. Még ha
a csávó bőgatyába jár, és bőpulcsiba, koszos körömmel, mit tudom én, baseball sapkába, MC Hammert hallgatva. Tudod, koszos a körme? Hát, ahogy leírtad, el tudod küzdeni. És ha leveszi a 46-os cipőjét, az izzadt lábány, a kolcsai ott vannak a konyhakövön. Szóval a kitartás a havernak, meg a feleségnek, ez nem egy egyszerű, nem egy egyszerű. Hát ezért kösse le asszonykát, mondd meg neki. Gyere, Maca, megmutatjuk, tudjuk, mi hangosabban csináljuk. Azon ellentámadás, hallod, is csinálod? Ellentámadás. Na, jövünk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Nyolc óra után, 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Sziasztok, jó reggelt! Balázs, a GVH elkezdett vizsgálatot indítani a Fudora iránt. Van ehhez között? Van, persze, így van. Ez a GVH, ez így működik, hogy... Igen. Gyerekek, képzeljétek el, eltűnt egy 16 ezer forintos tésztám, meg 2 darab levesünk, igen. Kedves GVH, indítson már el, és lefolytatják, elküldik a levelet, nyilvánosságra kerül, ráállítják az ügyosztályt, már kivizsgálják, már hír lesz belőle. Dehogy is, ezt ne tegyétek össze, azért, mert 3 nappal ezelőtt volt egy eltűnt kajánk. Valószínűleg sok bejelentés érkezett. Semmi köze nincsen hozzá. Vagy nem is az eltűnt kaja iránt, hanem valami a voucher rendszer, vagy már nem is tudom, mi iránt érdeklődtek. Tehát ez egy körülbelül egy fél éves vizsgálat, mire kivizsgálják, mire megnézik, mire bemennek, mire abból hír lesz, mire akkor azt mondják, hogy igen, elkezdjük a vizsgálatot. Szólt, ez egyetlen futárról szólt esetleg. Tehát, hogy nem szabad messze menő következtetéseket. Igen, de az, hogy 2 nappal később, nincs, ez nem így van. Mire egy ilyen vizsgálat elindul, az hetek, mire, ha megnézik, akkor a beérkező panaszt elbírálják, tehát nem, nincs erről szó. Úgyhogy nem ilyen gyors az. Nem ilyen gyors, hogy 2 nappal ezelőtt elmondjuk, hogy eltűnt egy 16 ezeres leves. Jó, löktetek meg két rajta meg egy rizottó, de... és abban 2 nap múlva már nyilvános vizsgálat. Na. Nem, hát olvassátok el az indoklást, hogy mi eleve ott valami, mondom, valami a voucher, meg a visszatérítés. Nem adja vissza a pénzt, hanem voucher, egy voucher. Valamivel ott bajuk, amit én is megemlítettem, de nem teljesen az, úgyhogy minél jobban magyarázkodsz, annál rosszabb. Igen, de valójában. Egyre mélyebbre süllyedsz szarban. Igen. Én még nyugodtan rendelhetek tőlük, én nem mondtam semmi rosszat. Igen, most még kellett kivégezni. Tudod. Még kellett kivégezni. Egyek vagyunk. Igen, de... Még kellett kivégezni a Fudorát, igen. Most lenyomjuk az árukat, és aztán felvásároljuk őket. Ez nagyon a terv. Új, de okos. Eltüntetünk egy tésztát, szóvá tesszük adásba, beomlik a cég, megveszünk őket, és újra. És fölvirágoztatjuk, ez a cél. De nincs, ezeként abszolút összeesküvés elméletek, nem erről van szó. Azt mondja, hogy sortolod a Fudor. Hát mi ez van az egész mögött? Tőzsdén vannak? Én azt sem tudtam, hogy vannak tőzsdén. Vannak tőzsdén? Nem tudom, nem is tudtam. Meg kell nézni, nem is tudtam, hogy melyik tőzsdén írd már meg, vagy hol vannak, ha vannak tényleg. Van egy Fudora részvény, nem tudtam. Vagy van egy anyacég, akinek van részvénye? Fogalmam sincs. Ugye volt mi volt a Netpincér, aztán Foodpanda, Fudora, én már nem is tudom követni, hogy kikit vásárolt föl, kibe, össze-vissza mentek itt a dolgok. Nem, valami 4-5. Van véleményem a dologra. Csak hol, ja, hol van a tortellinim? Igen, hol van a... Éhes vagyok. Hol van a húsleves? Vali a kaja rendeléshez se ért egyébként, ez így van. M0-ason Budapestről Tata felé 50-es kilométerén friss baleset, óvatosan kicsi torlódás. M0-as Dunaharasztitól 8 km dugó, M1 felé valami munkavégzés miatt. Köszönjük szépen. És akkor egy-két SMS, amit sikerült közben jelölni. Tudok olyat, amikor anyuka mindenkit tiltott a lányától, most a sors büntetése, hogy nem érti az unokája beszédét, a lány Angliában él, ott született a gyerek. Oh. Ugye Feri vázolt egy helyzetet, hogy mi van akkor, amikor a kamaszok olyan fiúval vagy lányjal jönnek haza, ami a szülőknek nem szimpatikus. Koszos a cipőjé! Lóg a gatya, koszos a cipőjé, és hát a vagy fiúgyermek van, vagy lánygyermek, hát az inkább azért, hogy a lánygyermeke történik meg, és Feri elmesélt egy történetet, hogy van egy kedves barátja, akinek kamaszkorú a lánya, és egy olyan fiúval jött haza, ami ugye hát véleményes. Mit csinálsz? Tiltod a lányt? Hogy próbálod megóvni? Látod, hogy nem biztos, hogy ez kellene, hogy legyen élete szerelme. Erről beszélgettünk, hogy mi marad ilyenkor a szülőnek. Engem sem fogadtak el anyósék, mert nem voltam 60 kilós, pedig már nem kiskamaszok voltunk, 20-25 évesek. Férjemet próbáltak rábeszélni, hogy szakítson velem. Azóta van 3 gyerekünk. Állítások szerint már elfogadtak, de ez tüske azóta is bennem van, és bennem is lesz. Én is reménykedtem, 5 év telt el, már itt lakik. Ő egy anyuka vagy egy apuka. Igen. Én fiús apuka vagyok, de több olyan lányt ismerek, aki reggel, mikor felkel az ágy mellé, felrúgja a vodkás üveget. Tehát több olyan lányt ismer, ahol valószínűleg a pasi iszik, ezt nem teljesen tudom. Aha. Tiltva nevelsz, hazudni tanítasz, nagyon jó.
Lányom 13 és korolta együtt van egy koszos cipős, a koszos cipős vejemmel. Most 28 évesen van egy 18 hónapos babájuk. Szerelmesek máig is, a fiú rendes szorgalmas, 13 és éves koruk óta együtt vannak a koszos cipőssel. Tehát az azt 15 jelenti, éve, mert hogy 15 éve, ez egy nagy szerelem. Igen. Akkor. Hát ott, tehát hogy ez egy komoly nagy szerelem, és hát nem tiltották a szülők, együtt vannak, gyerek is lett belőle. És tök rendes a srác. Szóval azért mi szülőkben is van azért valószínűleg előítélet, meg prekoncepció, hogy mit képzelsz el a lányod mellé. Ha nem olyan, akkor... De ha még azt is hozzáteszed, hogy a babának már most koszos a cipője, akkor azért... és log a gatyája. És log a gatyája. Igen, sokszor ezek az anyukák azért vagy meg apukák is, azért ne legyünk igazságtalanok. Tényleg azt hiszik, hogy velük költözik össze, velük él együtt, nem. Nem velük, de velük él együtt persze, mert hogy kénytelen fizikailag, de valójában nem vele kötik össze az életüket. Tehát nem őket választotta, és ez nem az ő választásuk, ez a gyerek választása. Érted? Az ő boldogságunknak kellene, hogy legyen az első. Hát igen, de 14-15 még azért igen. Tudod, ott még egy csomó mindent nem lát a gyerek, egy csomó mindent még nem ért, egy csomó mindent még nem úgy fordít. Te meg már a tapasztalatoddal, a szülői vénáddal, az 50 éveddel már látsz olyan dolgokat, hogy ebből mi lehet. Na most itt az arány, hogy találod meg, hogy tálalod, mennyit mondasz el ebből, milyen előítéleteid vannak. 14 évesen full szerelmesen nem látsz még egy csomó mindent, igen, amit igen. Már 10 év múlva is sokkal igen. Jobban észreveszel. Persze, hogy meg akarod óvni a gyereket, de ugyanakkor meg ettől meg az egész annyira sterillé válik. Tehát, hogy a csalódások azok ugyanúgy hozzátartoznak egy ember személyiség fejlődéséhez, mint az örömteli pillanatok, meg a nagy rátalálások, vagy nagy egymás találások. Igen, csak nem akarod, hogy kihasználják, hogy lefeküdjenek vele, hogy dobják, hogy eldobják, hogy csalódjon, hogy még legyen 6 másik igen. Barátnője, de kinézetre biztos, hogy van, biztos, hogy hazudik. Szóval, hogy egy csomó olyan dologtól akarod megóvni, ami jogos, hiszen igen. Ezen nem menjen át. De túlféltés sem jó. Igen. Fater teljesen tiltott tőle, főként, hogy ő nagyon szegény, meg ilyen csak jómódú családból jöttem. Ugye a lány apukája, elköltöztem vele messzire, kitartottam, 6-7 évbe telt az öregnek, mire megemésztette, és feldolgozta, hogy nem érdek kapcsolat, most leszünk 20 éve együtt. Egy udvarban élünk az apukával, 3 unokát kapott és boldog, kemény menet volt. Tehát ott a papa masszív volt. Lányom 21 éves, a fiú 16. Szerintetek nem tudtam semmit tenni, csak azt várni, hogy magától jöjjön rá, hogy nem hozzávaló. Hát ez akkor ez megint egy érdekes kérdés, mert aztán később a 4 év az tök optimális, vagy 5 év, 21-16. De ott a lány 21, a fiú 16. És a lányok korábban érőek, ja. Tehát ott egy érett 21 éves csaj szikeveredett összegben a szeg full gyerek. Akkor tud valamit a 16-os. Ott a 16 nagyon tud valamit, mert ugye tehát általában a csajok hamarabb érnek, hamarabb lesznek felnőttek. Igen, én is fordítva gondoltam. Gépjázni. Igen. Két lányom van, figyelek. Figyelj is. Jött egy kérdés, hogy és Feri, mit tanácsoltál? Hát haver, ígyunk egy rövidet. Na, haver, ezt engedem. Ezt engedem. De te kicsit kevesebbet, mert te korábban fekszel, hiszen másnap iskola. Így van. És mi van akkor, hogy a például, tudod, hazajön a lány, bemutatja az apjának a jövendőlőjét, aki idősebb, mint az apja. Ne tetézd. Igen. Ne tetézd. Az is jó hozzászólás. Ez már problémás lenne, mert megjön egy 54 éves a panna. Az is jó hozzászólás, hogy lássuk be, olyan felnőtt társadalom mond vagy ítélkezik, akik 70%-ban elváltak. Ugye, tehát ez is egyébként ez így jó. Ez jó. Vagy rossz kapcsolatban élnek, vagy elváltak, és akkor olyan kislányom, ha ne őt választhat. Mit választhat, ha mi? Anya, kétszer váltál, értem, de azért te se húztál annyira jót. Jó, erre az a jó válasz, hogy hát ezért mondom. Ja, igen, mert én már tudom, igen. 25 évesen jelentette be, hogy megnősülök, anyám annyira nem fogadta el a páromat, hogy apámtól követelte, hogy tiltsa meg nekem a nősülést, és ítéljen szobafogságra. 25 évesen. Az úgy nehéz átmérni. Mama kicsit kontrolfik volt. 25 évesen megy a szobafogságba. Nem sehova. Az meleg. Igen. Anya 32-ben. Anya 25 évesen. Nem baj, szobafogság, sehova nem mész. Mama kemény. Szobafogság 25 évesen. Azt mondja, hogy 3 évig itt élősködött, kidobtam. Azóta sem akar dolgozni, csak egy-két napot semmire való. Ez a vaklány meg nem látja, írja valaki a sajátjáról. Na, az úgy kemény. Na, az úgy már, ha erre okot adott, az kemény. Most pucoltam ki a cipőmet, üdv Zolika. Köszönjük szépen. Helyes Zolika, hajrá! Most csalta ki a szemét lusta külföldre a lányom. Mit is mondjak még? Hát írd meg, hogy hány éves a lányod, és akkor meg tudjuk mondani, hogy mit mondjál. Vagy mit ne. Nem mindegy, hogy 16 vagy 28, nem? Igen. Most csalta ki a szemét lusta külföldre. Lehet, hogy a lánya full szerelmes, és tök jól megvan, igen. Ez a szemét lusta disztó kicsalta. Te anya, szeretem, és tök jól. Ez a szemét. És dolgozik anya, hidd el, nem? Nem az egy lusta disztó. Egész életében ott él Dubajban, abban a felőkarcolóban, és... Igen. És egy jobb rossz van a fején! Igen.
nem egyszerű, nem egyszerű egyébként ez az élethelyzet. Igen, ebben a korban sok ilyen van. Apám utálja a feleségemet, 11 éve, 16 évesen jöttünk össze, azért utálja, mert ő város, és nem fog tudni rólam soha gondoskodni. Az eredménye, 3 éve elköltöztünk, és semmi kontakt nincs. Tudod? Nem fog tudni, mit nem fog tudni gondoskodni? Nem tud ebédet főzni? Vagy mert városi? Nem tudja átvágni a csirke nyakát? De már nem is kell, mert bemész a boltba van. Átvágva. Attól a férfi, hogy átvágja. 19 voltam, a fiú 16, életem szerelme volt, őszinte volt, és nagyon ügyes az ágyban. Na, a kis 16 éves, oda néz, hogy odaért. Odaért a kis 19 éveshez. Ugye? Hát ügyes 16 évesen. Fiú? A fiú a 16 és 19 a lány. Hát? 16 évesen még nem értem sehova. Odaértél már 16 évesen? Én nem. Ne adtam már oda. Igen, én nem. Odaértél már 16 évesen? Tényleg? Igen. Ne, az ciki 16 évesen odaért? Nem, abban a korban az meg fiúként de, abszolút megszokott. Voltál? Vagy csak odaértél? Tök béna. Csetlettél, botlottál? Olyan egy perc volt, hogy csak néztél. Ő is. Nem volt ideje másra szegénynek. 16 évesen azt se tudta, ráadásul, ha gondolsz, ez 86. Igen. 86, no felvilágosítás, igen. Senki egy rohadt szót nem mondott arról, hogy kéne valami mást is csinálni, hogy neki is jó legyen. Izgultál, mint az állat, és tökre örültél, hogy te túl vagy rajta. Igen. És aztán ültél, és nagyon büszke voltál magadra, hogy ez igen, meg, na, igen. Na mi, hogy, és akkor a kisasszony mondta, hogy hát, hogy ő is itt volt. Aha. Ez nem tudom, igen, zavarta engem. Jó mondtam, volt, hogy... hát jó lesz, ha majd kihúzod a matracból, mert azt... Igen. Ott tartottam, hogy gyakorlatilag nekem mindegy volt, hogy matrac kispárna vagy a csaj. Csak sajnos, ezt tök őszintén mondom, senki el nem mondta, hogy ott mással is kéne foglalkozni, nem csak magammal. Igen. De hát, odaértem. Ráadásul rokon is volt. Jó, de az nálunk megszokott. Jó, hát mindegy, hogy egyre karok. Csodálat, hogy nem a disznó. Hát most, na. Két felnőtt fiú gyermek édesanyja vagyok, a kisebbik fiamnak van egy 18 éves barátnője, nálunk van minden hétvégén, a nap 24 órában ellenőrizgetik. Úgyhogy 18 éves a kislány, mindenről be kell számolni, a dükkitérései vannak. Na, ilyenkor mit csináltok? Hát ez kemény, valószínűleg kontrollálják, agyon kontrollálják a gyereket. 18 évesen már miért kell már mindenről beszámolnia? Nem? Hát 18... Hát ne, se, de hogy kell? Hát 18 évesen már hol? Hát mész éled az életedet, felnőttél. Persze, a magad buktatói van, de 18 évesen felnőtt vagy. Ez. Még ha nem is mindenki személyiségében, de ott már azért nem kell nagyon az kontrollálni. Az a célod, hogy elidegenítsed magadtól a gyereket, tehát ezt kell csinálni, pont. Abszolút, ez az útja, igen. 18 voltam, 28 éves ügyvédnővel jöttem össze, együtt voltunk 9 és fél évig. Na, oda nézettem, 18 évesen, 28 éves ügyvédnővel. Hát, nem kell oda diploma? Igen, na jó van, köszönjük szépen. Az SMS-ek egy gyereke, köszi, hogy írtatok. Hát kitartás. Kitartás a barátnak. Hallottátok, gyerekek, egy kis box levezetés, még a Rácienő posztját olvastátok? Erős sztori. Mindig mondtam, hogy veszélyes sport ez a box. Benne van a pakliban, tehát, hogy ez, de ez bárkinél, aki küzdő sportot tűz. Ugye nagyon sokan mondták, hogy miért dobták be ilyen gyorsan a török között a Jenőnél, meg hogy mi volt, mert hogy oké, hogy fölállt testre, kapott egyet, de hogy fölállt, kapott az elején egy nagyobbat, utána még egyet testre, és hogy repült a török között, de hogy mi a fene történt. És most posztolt egyet a Jenő, hogy volt egy koponya CT-n, és igen, és hogy valamilyen szemideg, nem tudom milyen, szakadt le, és sérült meg a szeme alatt, és eltört az arcsontja, és egy ideg az leszakadt a helyéről. És hogy emiatt már a pár másodpercre elment a látása, azt írja, vibrálba visszajött, ettől megszűnt a mozgás koordinációja, és itt már érezte, hogy vége lesz a meccsnek. Ebből is látszik egyébként, hogy nagyon jó edzői tímje van, mert hogy ők rögtön észlelték azt, hogy itt valami probléma van, és az egészsége védelme érdekében bedobták a török között. Igen. Holnap derül ki, hogy a szem műteni kell a szem alatti ideget. Viszont nagyon hálás vagyok, hogy a Zsolti bedobta a török között, megmentett egy nagyobb sérüléstől, és bepakolt egy CT-képet, ami látszik, hogy a jobb szeme alatt így meg van ereszkedve valami. Az első körben, amikor ugye az Ervint, a nagy Ervint kiütötték, emlékeztek, hogy az is nagyon megosztotta a közvéleményt, hogy ott már látszott az Ervinen, hogy annak vége. Egy picit tovább engedték, igen, szerintem is. Szerintem ott lehet, hogy volt egy körbeszólás, ez nem biztos, ez csak egy feltételezés, vagy az edzők azt mondták így maguk, hogy hú basszus, azért ők amatőrök. Mert egy profinál, akinek ez az élete is 20 éve a ringben van, azt mondod, hogy te választottad, oké,
tudom, itt is ők választották. Uh-huh. De itt azért egy picit elkezdtek jobban vigyázni a versenyzőkre, és szerintem mindenki ott állt a törölközővel, hogyha látja, hogy az ő versenyzője olyan állapotban, akkor repül a törölköző. Ha egy profit látsz ilyen állapotban, még tovább engeded. Mert simán. Ez igen, életed. Ez az egyik. A másik meg, hogy szerintem itt még azért a súlyokkal is kell majd vigyázni, ha jövőre csinálnak. Tehát például a Jenő Noir az bőven nem egy súlycsoport. Persze, 10 kiló különbség volt. 10-20 kiló, 15 kiló, 20 kiló különbség az sok a boxban. Ütőerőben, súlyban, dinamikában, mindenben. Tehát lehet, hogy akkor ezt jobban kell egyszerűen szétszedni, hát hogy, meg akkor a hogy ki milyen súlyban indul. Mert ott a Brass Bence Árpa Attila, ugye? De hát akkor még volt, de akkor nem, szerintem én akkor nem. Év, az oké, de te ha vállalod 45 évesen, hogy elindulsz egy 20 évessel, aki viszont hasonló súlyban van, az a te döntésed. Nem pont. Tehát, hogy persze, hogy George Foreman 50 felett is. Igen. Viszont a súlycsoportot úgy összetenni, lehet, hogy akkor kell egy pehely súly, már neked lobbizok egyébként, csak mondom, hogy addigra belefogyok, szalma. Szalmaszál súlycsoportban, vagy pehely, vagy könnyű. De például azért az látható volt a ringben is, hogy a Jenő Noir között szerintem egy 10 kiló, 15 kiló, 20 kiló. Hát megmondták tehát is. Tehát izomban, ütőerőben, súlyban, igen, azért ott nagyon nagy a különbség. Magasabb nem is biztos, hogy sem, és ugye az egy súlycsoportban lettek volna valók, igen. És az nem zsír, az nem felesleg, ott az izom. Ott az izom, úgyhogy nincs vese, és hiába jó nagyon a Jenő, és a saját súlycsoportján belül hiába van nagyon jó ütőereje, egy 10 kilóval nehezebb csávó, teljesen más kategória. Igen, az sokat számít, igen. Hát lehet, hogy majd még lesz. Lehet, hogy lesz neked is valami kis könnyű, vagy pehely, fél pehely, fél könnyű, nagyon pehely. A szalmára gyúrok az 47-48 kiló. Hány kiló vagy? Hány kiló vagy? Most 60? Most dagat vagyok, úgyhogy 63. Hát ne, jó, az tök jó. 3 kiló. Az tök jó, visszafogyasztasz az 60-ra, és akkor elindulsz a szalma. 57. Nem, 57. Na. Nekem 57 a verseny. Hát 57-en például egy Noára nem tudnál elindulni. Tehát nem is törölné velem a pontot. Nem is vagytok egy csoport. Azt tényleg kellene valamilyen vas idomcső, vagy valami, hogy le tudjam. Pihécske. A különbséget dolgozni valahogy egy sikátorban. Igen, a pihécske jó. A pihécske adom. Pihécske. Pihécske. Pihécske súlyban. A pihécske súlyan ráadásul cuki is. Súlyban, pihécskében. A lőrinci darázs, a lőrinci fulágos, igen. A lőrinci poszmék. Igen, meg hát arra is nagyon kell vigyázni, hogy kinek milyen előítélete van. Tehát, hogyha valakinek van azért egy, mit tudom én, egy pár éves boxolói múltja, azt rádobni egy fél éve boxoló amatőr, az nehéz. De ugye itt ki mennyit vallott be, ki mennyiről tudták. Olyan nagyon nagy hosszú előéletek azért nem voltak. Jenő gyerekkorában valamennyit, Bence mondjuk egy éve, két éve. A Brass Bence talán kicsit régebb óta. De azért itt a többiek nem boxoltak olyan régóta. Tehát mondjuk, aki 3-4 éve boxol, én nem is engedném celebként elindulni. Te az vagy, figyelj, jó, túl jó vagy, nem, amatőrre nem kerülhetsz. Na de várjál. Tehát, hogy miért induljon el valaki, akinek 4-5 év előnye van. Na de itt akkor ilyen alapon azért páran már nem indulhattak volna, tehát sem Mazsi nem indulhatott volna, ugye a karatés múltja miatt, a Veca sem indulhatott volna, a kempós múlt miatt, tehát hogy itt a... Én szerintem az más, ha valaki kifejezetten boxot azért csinál, nem? Hát azért a küzdősport, mondjuk én birkoztam 6 évet, akkor most én nem indulhatnék, mert birkoztam. Na jó, de ütnek. Tessék? Tehát, hogy ott az ütésem attól azért, hát ütnek, igen, de ha nincs effektíve klasszik boxolói múltad. Mert ha mondjuk egy birkozó, cselgáncsozó, egy jicsús adott esetben, az oké, okay, rendben, jó, induljon. Azért, de akkor... ne induljon akkor ő se. De nem, hát annak van egy közé, nem tudok ütni rendesen, vagy nem tudnék, ha én birkoztam, hát akkor te nem tudsz egy rendes hátszókezes ütni. Nem arról beszélünk, aki gyerekkorában elhimi-humizott néhány edzésre, mint te. Igen. Elalibizett egy 6 élet a hasasban. De mondjuk, én most 35 éves vagyok, és 10 éve, nem tudom, erőemelek, vagy jiu-jitsuzom, vagy akár... Hát az erőemelés az nem, de mondjuk a jiu-jitsuzol az igen. De akkor mondjuk nem ilyen ütősportot, de bármi sportot, az akkor is előny gyerekek állóképességben, levegő felhasználásban kitart, de mindenben. Mint egyébként Kovács Géza színész, aki életében nem csinál semmit, most oda megy fél évig fölkészül, nem összehasonlítható egy olyannal, vagy aki csak lejár kondizni, vagy eljár futni, tök mindegy mi, 10 éve csinálja. Az hát veszünk jövőre annyi vállalkozó szem lesz, hogy már tudnak nyugodtan válogatni. Igen. Most azért itt az is volt, hogy jöttek, a nevek örültek mindenkinek, de hogy nyilván itt már azért még jobban ennek után nézem. De tudnak válogatni, de a Csipet Ropi súlycsoport nagyon tetszik, most küldte valaki. Szerintem a Csipet Ropi súlyban, Jani, el kell indulni. Csipet Ropi
kék sarok van, a János Csipet Ropi támogatásával. Ez volt Csipet Ropi súlycsoportban. Csipet Ropi. Az egyébként úgy jónak tűnik. De az kedves súlycsoport, az nem? Jó, az Csipet Ropi. Az nagyon cuki. Van még a köldökszös súlycsoport. Ó, tényleg. Akkor inkább Csipet Ropi, azt gondolom. A Csipet Ropi nagyobb meg. Így van, és a seggpihe. De a csöpsúly se rossz. Csöpsúly. Csöpsúlyba indul. Csöpsúly. Azt is nagyon adom. De egyébként, hogyha ha valamit pozitívunként, nagyon sok pozitívumot el lehet mondani erről a rendezvényről, de az, hogy nagyon odafigyeltek a versenyzőknek, ja, az egészségére, az tökéletesen, folyamatosan egyébként igen, ott volt, és mindenki figyelt, és mindenki koncentrált, és mindenki arra törekedett, hogy senkinek ne legyen semmilyen sérülése. Igen, az abszolút ez vitathatatlan. Jövünk mindjárt 8:30 pontosan. Balázsék! Balázsék a Rádió Egyen! 3-4-8. Most én szólok? Vagy? Én nem csak lehakítottam magam a combommal, bocsánat. 3-4-9, így vagy már sokkal jobb. Lesz egy perc múlva jó reggelt, kívánunk mindenkinek. Engem Móni szokott lehalkítani a combjával. Igen? De jó neked. Én csak magamat itt a jobb oldalon van, egy a pult alatt nekem egy halkító hangosít a füles, és lehalkítom, akkor azt hittem, hogy nem szólunk. De közben szólunk. Rászorít a nyakadra? És akkor úgy lehalkít a combjával, az jó. Egy jitsus fogással? Hát van, aki erre gerjed. Hát igen, jó, és David aztán lesz belőle valami más. Aztán igen, aztán megtalálnak majd egy gardrób szekrényben. Ha már sportgyerekek, 9 óra után érdekes témánk lesz, csak mondjuk, úgy, hogy nekem el kell mennem, mert van a tanfolyamon, de nektek gondolom. Igen. Hogy a fehérjeporok megvizsgáltak csokis fehérjét, 17 darab csoki ládézi növényi fehérjepor, egyik sem ment át, gyerekek. Nem tudjátok elképzelni, mi vacskokat etetünk meg, etettek meg velünk. Mint fehérjepor, hívjuk majd a Nébiktől valakit. 10 magyar és 7 külföldi előállítású fehérjepor, mindegyike megbukott, mert tartalmazott valami olyan édesítőt, olyan rákkeltőt, olyan dolgot, úgy, amit nem adták meg neki ahhoz, hogy átmenjen. Az ezek szabadbolti forgalomban, nyakra fel zabálhatjuk őket, ott vannak, eheted, iatod, nincs kontroll, gyerekek. Illetve van, próbálkoznak, uh-huh, de hát kérdés, hogy mi a szankció, meg mi a bünti. Hát és irgalmatlan ez jó, mennyiség fogy el ezekből. Tehát, hogy nem csak azért, mert hallgatják a műsort, és hallják, hogy és egyébként látják, hogy hova jutottál. Mégsem hova. Viszonylag rövid időn belül, hát nyilván erre utalok, sehova. Te hajadék, te rohadék. Te dobtad föl. Most látjuk, hogy éppen nézek, na még mindig sehova. Ez egy iszonyatosan nagy biznisz. Hihetetlen keletje van ezeknek a táplálék kiegészítőknek. Mindenki egyébként boldog-boldogtalan fogyasztja őket, akkor is, hogyha kell, akkor is, hogyha nem kell. Egy pár évvel ezelőtt még tényleg csak azt hallhattad, meg olvashattad, hogy na, testépítés, gyúr, erőemelés max. És azóta gyakorlatilag mindenfajta sporttevékenységhez bejött így pluszba a de ne felejtsd el a fehérjédet elfogyasztani utána, de természetesen egy jó turmix, de természetesen egy evés helyet, étkezés helyet adott, és ha más nem tudsz, legalább egy fehérjeport toljál le. Állandóan ezt hallott pár évvel ezelőtt, sehol nem volt ez tényleg csak szint kis túlzással a testépítők privilégiuma volt. Azóta mindenki fehérjeporokat fogyaszt. Még akkor is, ha nem kéne. Hát ugye most, hogy nézegetek, igen. És egyébként tényleg. 7-8 porom van, amit most már úgy kéne ennem össze-vissza. És mennyi ment át a teszten? Azok nem érdek. A kis glutamin, a kis BCA, a kis edzés előtti, a kis edzés után, a kis nem tudod követni. Uh-huh. Brutál iparág, persze. És na, de mit teszel meg, ha nincs az ellenőrizet? Hát, képzeljétek el, persze, mi mennyiség. Persze. Szemetet, meg és mellékterméket, meg dolgot eltűnünk meg. Szóval tényleg ijesztő. És ezeket úgy fogyasztod, hogy a legtöbb esetben mindig ott van a kis apróbetűs rész, vagy külön felhívják rá a figyelmed, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozást nem helyettesíti. De valahogy mégis mindenki így tudod ezt árazni, mert egyszerűen kényelmes. És hát meg árban nagyon nagy különbség van, igen, tehát meg tudsz venni, nem tudom, 800 grammot. Tehát 12.000 forintért meg tudsz venni 800 grammot, vagy 1 kilót meg tudsz venni 43.000 forintért. Nem kell fél órán át zabálnod ahhoz, hogy bevigyél egységnyi fehérje mennyiséget. Meg ugye annak a kényelmi faktora nagyon nagy. Mert a kajához vagy el kell menned a boltba megvásárolni, különböző helyen hazavinni, megfőzni, vagy megrendeled valahonnan drágán, vagy pedig ott a por. Igen. Ez sokkal egyszerűbb. Igen. És a másik meg, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt nagyon sokan elkövetik ezt a hibát, hogy kicsit egyrészt anyagiakból, de ugyanakkor sokszor kényelmességből, meg büszkeségből sem fordul a igazi szakemberhez. Az igazi van egyébként a hangsúly, jó, nyilván nehéz ezeket így kiszűrni, de egy olyan szakemberhez, aki megmondja neki, hogy ténylegesen neki szüksége van
fehérjepóra vagy táplálékkiegészítőkre egyáltalán, mert egyébként, hogyha meg reklámokat nézel, akkor az alapján neked mindenre szükséged van. Persze, mindenre, az összes gyógyszerre, mindenre. Minden az égvilágon. Viszont az igazi szakember az el fogja tudni neked mondani, hogy ahhoz a sporttevékenységhez, azoknak a céloknak az eléréséhez mire és mennyire van szükséged ezekből a táplálékkiegészítőkből. Igen, még nem tud ellenőrizni, most elmész egy konditerembe, és minden edzés után beversz ott egy fehérjeport. Ugye, most ha ismered a márkát, jó, de ha nem ismered, és növényi fehérjét, hiszen megbízol a teremben, valószínűleg gyanított, hogy jó márka, biztos utána néztek. Miközben a teremnek valószínűleg van egy kontraktusa valamilyen fehérje por, igen, gyártó, vagy cég, tudja, mi az, amit még kifizetnek, vagy mi az, ami megéri. Így van. Tehát most mit tudom én, van a Vader háromszorosára ment föl, akkor egy bizonyos teremben már nem rendelik, mert egyszerűen nem fizetik ki az ügyfelek, hogy ott vannak, rendelnek valami olcsóbbat. Na, de mit, mikor? Milyen mennyiségben, milyen édesítőkkel, milyen összetevőkkel iszod meg, fogalmad nincs. Ugye itt a nagy kérdés, hogy hogy tud úgy forgalomba kerülni. De hát valószínűleg úgy, hogy nincs több ezer termékre olyan kontroll, több tízezer termékre, nem tudnak mindent egyenként bevizsgálni, megnézni, leellenőrizni. Szúrópróba szerűen csinálnak egy nagy ellenőrzést mondjuk a fehérjeporoknál. Hát amikor te forgalmazol, leadsz egy listát, hogy mi van benne. Ami rá van írva a dobozra, az lehet, hogy átmegy, csak nem az van a dobozban. Igen, átmegy az iromány, de nincs idő bevizsgálni. Bizony. Fél évre, egy évre megkapod a vizsgálatot, addig ki tudja, mennyit adtál belőle, mennyien ették meg, majd akkor befizeted a pénzbüntetést. És azt sem tudom, hogy ezeket kivonják ki a forgalomból, vagy leállítják, ezeket érdemes. Ezért én azt sem tudom, például egy ilyen cikknél miért nem lehet leírni, hogy melyik. És ez nem a Nébik felelőssége, hanem a jogszabályokat ezettség, hogy miért nem lehet. De hát pont kéne, meg a 10 fehérje porból 10 nem ment, tehát akkor írják le, ezért. Hogy figyelj, ez a márka, ez a típus, ez nem ment át, mert rákkeltő anyagot, rossz édesítőt, betiltott szereket, hozzáadott nem tudom mit tartalmaztunk, ami mondjuk az Unióban már nem lehet, E-688, ezeket találtuk, itt van. Tehát, hogy a jogszabály engedje meg nekik, hogy leírhassák, igen, ahogy kiderül egy étteremről, hogy ezt tud, hogy ez így ebben a formában. Leállítottuk a forgalmazást, amíg nem javítja, vagy nem veszi ki ezt az összetevőt. Érted? Tehát, hogy elolvastam, 8 fehérje por. Vakaróztam, hogy most akkor a tiéd az közte van, vagy nincs közte. Igen. Én, tehát miért nem lehet nagyon leírni? Fontos. Miért nem mondják el, hogy 10 fehérje por, ezek mind megbuktak. Sajnáljuk. A gyártót köteleztük arra, hogy szüntesse meg, vagy változtasson az összetevőn, vagy mit tudom én. Érted? Ettől most nem lettem okosabb, hogy 12 fehérje por megszűnt, elkaptak a vizsgálat. De jó. Jó, de csak melyik? De jó. Melyik ezek 12? Nagyon jó. És mit találtatok, és melyikbe találtátok, és mert rákkeltő anyag van benne, és 3 éve szedem, szóljatok már légy, hogy akkor ezzel álljak le, mert 26 éve tiltólistás növényvédőszer van benne. Mit tudom én, mit találtak? Akkumulátorsavat. De nem vagy okosabb elolvasod, és utána iszod a fehérje porodat, mert nem tudod, hogy melyik az a 12 termék. Pedig hát milyen jó lenne, mert akkor többin is meg tudod nézni. Van benne, akkor nem veszem meg. Na de hát, ha te szembe mentél a jogszabállyal, te törvénysértés követtél el, te árultál valamit, ami bevizsgáltam, nem azt tartalmazott. A legkisebb bünti, hogy lehozzák. Tehát a vitaminoknál is, ha nem volt benne a megfelelő D-vitamin, C-vitamin, vagy kálcium mennyiség, vagy patkányméreg volt benne, hozzák le, hogy ez is ez a gyártó, ennek a kálciuma, vagy a D-vitamina nem tartalmazta a mennyiséget, amit ígér, nem. Amit te kifizettél, igen. Amit nem te megvettél a patikában. A patkányméregben. Ezt pedig arra vettem. És az 1500 mg-os C-vitamin nem tartalmazott C-vitamint, vagy kálciumot, vagy magnéziumot. Miért nem tudhatom én fogyasztó, hogy melyik? Miért kell még ebben az esetben is őket védeni? Jaj, jó, azért ne írjuk le, 3 éve mérgeznek minket, de ne írjuk le, ne. Miért nem? Engedje meg a jogszabály, hogy leírjuk. Írhassák. Igen, neved meg ennek a nem tudom, táplálékkiegészítő cégnek a kálciumát, lószart se teszel be, mert nincs benne hatóanyag. Hát zéró hatóanyag van benne, ha már, egyébként valami probléma van, tehát hogy legalább azok, amik mondjuk egészségre károsak, azok legyenek megjelölve, tehát ott mindenképpen fel kellene tüntetni magának a terméknek a nevét is. De én szerintem egyébként ez a rész ez megvan, valószínűleg inkább az nincs meg, amikor mondjuk kevesebb van benne. Aha. Amikor kevesebb van. Na de akkor is súlyos árat fizetsz ki, de akkor legalább valamennyi persze, van benne. Persze. Na de ha nincs meg benne a és megfelelő hatanyag, és nem annyi, amennyit állít, akkor miért? Tehát én itt kimondok valamit, és megbüntetnek 2 millió forintra. De ha 10 000 ember veszi az én cuccomat, és vágunk át napot a fogyasztót, hát akkor az annak még ne is mondjuk be a nevét, mert akkor nem lehet bemondani. Hát miért ne lehetne? Te nem akarnád tudni, hogy a te növényi fehérje porod éppen rákkeltő, vagy nem? Mondjuk, vagy mi van ezért benne? Ezért érdemes kitartani márkák mellett, amik már bejöttek. Én például évek óta, hosszú-hosszú évek óta csak az MM-t használom, és ez egy rohadt jó márka, amit más meg hagy.
Igen. És azért itt olyanok jöhetnek szóba, hogy ásványi anyagtartalom van-e benne, dopingszer kimutatás, hogy van-e benne bármilyen dopingszer, amit azt hiszem, ezt kell szedni gyerekek, bármi THC tartalom, növényvédőszer maradék, hexán szennyező anyagtartalom, de ezek mind komoly laboratóriumi vizsgálatok, vagy akár már a fehérje tartalom. Tehát ő azt állítja, hogy adagoló kanalonként 28 g fehérje. Nem, 6 g fehérje van benne, úgy vagy átvágva, mint a húzat, és megveszed 20 000 forintért. Ez még legalább nem egészségkárosító, mert itt csak át vagy verve. Hogy nincs 20 gram, csak 6 gram. Jó, de ha eszel mondjuk egy bizonyítottan rákkeltő, nem tudom, édesítőszer, ami mondjuk már be van tiltva, vagy nehéz fémet tartalmaz, nem, vagy a szója tartalomban van át, vagy a glutén tartalomban, és úgy fosol tőle, mint az állat, de aztán rájössz nyilván, hogy az nem jó, nem, vagy ásványi anyag tartalomban, tehát egy csomó helyen meg tudnak vezetni. Hát a minimum, hogy írják le. Igen. Gyerekek. Igen, igen. Bűntestenek vonják igen. vissza, és írják le. Igen, valaki a THC-vel semmi baj, azt mondjuk jó. A kérdés az, hogy kerül a fehérje porba, nem? Igen, ja, hogy a kender fehérje, az mondjuk lehet, igen. Igen, igen, az lehet akár. Borsó fehérje, mint a kender, nem tudom, mit teszek fel, a THC tartal. De ez a fehérje por, ez annyira durva jó, és mindig beszakadok tőle. Bonus THC-vel. Bonus THC 20%. Igen. Picit betéve magad a jobban te nehez. Megintünk, annyira beálltunk tőle, érted, mint a gerej, érted. Nehogy visszavonják, nehogy ezt betiltsák. Hülye vagy, csak ilyen, csak ilyen. Elrakjál többet, ne rakjál többet, nincs rajta semmi. Igen, benne róla most úgy hülye vagy, nincs rajtad, állsz. Állsz a terem közepén, és mesztelen vagy. Érted, hogy hexán szennyező a tartalom. Nem a teremre vagyok, a terem előtt, és te mesztelen vagy. Vagy növényvédőszer maradék, vagy dopingszer kimutatást. Veszed a növényidet, ugye? Növényi fehérje, borsó fehérje, jaj, de egészséges vagyok, nem eszem én tejfehérjét, meg amit én a te, nem, haver, te dopingszer teszel, igen. Meg növényvédőszer maradékot nagyon nagy mennyiségben. Hát meg az hogyan? Durva, tudod, amikor mit tudom, vannak ezek mindenféle ilyen kis az edzést elősegítő serkentőszerek, és direkt nem mondok példát, mondjuk mit tudom, guaranával, vagy koffeinnel a dúsított ilyen kis cuccok, és benyomsz egy ilyet, és akkor nyilván jobban megy majd tőle az edzés. És képzeld el, hogyha egy ilyenbe mondjuk nem koffein van, hanem valamilyen olyan serkentőszer, ami mondjuk tiltólistás, de te érzed a hatását, hogy hú, hát ez tényleg nagyobb pörge. És meggyőződésed, hogy egyébként ez teljesen legális, hogy koffein, vagy koffein származék, vagy koffein tartalmú adalékanyag. És közben meg rohadtul nem, hanem valamilyen doppingszer. És ha ilyen sportoló vagy, és utána hát van egy dopingvizsgálatod. Igen, hát meg nem csak ezért, hanem mert mondjuk a szívedre megy. Ja, nem bírja. Azt kérdezzétek már meg, hogy azt írja valaki ebben, lehet igaz, hogy a Nébih oldala lehet, hogy megjeleníti. Tehát, hogyha a cikk, ami átveszi, az mondjuk nem jeleníti meg, nem tudom, az Origo, vagy a 24 pontú, vagy tök mindegy, de hogy a Nébih oldalán elolvasható, az egy fontos, mert akkor viszont az egy jó dolog. Tehát maga a Nébih, aki elvégezte a leírást, ők mondjuk kiírhatják. Ugye mi ezt cikkekben veszük aztán át, és olvassuk el. Ott ugye az ember nem látja. De az elképzelhető, hogy a Nébih oldalán kiírják termékkel, forgalmazóval, gyártóval. Nem. Nincs kint. Nincs. Te látod magát a cikket a Nébih oldalán. Igen. És ott van, ahogy akkor ez is ez a fehérje por, ez nincs. Itt és itt hasalt el? Egyelőre nem találom, nincs. Én szerintem ebben lehetne jogszabályt változtatni, ha ez valóban így van, de majd ezt a Nébihes űrke biztos elmondja, hogy nyilván ők betartják azt, amit a jogszabály enged, őket nem engedi a jogszabály, tehát van egy kötelezettségük, tehát nem ők teszik ki, vagy nem teszik ki, ezt értjük, de hogy ennek mi az oka, vagy mi a magyarázata, hogy miért nincs itt egy... Vagy megelégednek azzal, hogy kivonják a forgalomból, vagy kivonatják a forgalomból a gyártóval, vagy a forgalmazóval, hogy azt mondják, hogy nem teszik az ki a jobb, listát, igen, de, az jobb, igen. De nem fog, vagy tehát kereskedni forgalomból, kivonják. Igen, meg kell változtatni vagy a leírásokat, meg... És ők gyúrnak rá. És ezt a leírásokat azt érjük meg, hogy a Nébihnél tudod mindenki, az olyan 12 terméket voltunk ki a forgalomból. Igen, a Nébih új erőemelő bajnokai, a kommunikációs igazgató, dr. Erős Kristóf itt van a vonalban. Világ színvonalon is fantasztikus eredményeket produkált a Nébih házi erőemelő versenyén. Aha. Mert van egy másik oldal, ami viszont letesztelte szintén a fehérje porokat. Ez a szupermentás. Ez a szupermentás. Az a Nébihé. Ez is a Nébih. Ez a Nébih oldala. Tehát igen. Maga a szupermenta az a Nébih oldala. Így van. Aha. Na, akkor az jó. Itt megvan most. Akkor már. Elolvasgatjuk. Szedem, ezt is, ezt ebből kettőt vettem. Egy éve szedem, 4 éve, 5 éve. Jézusom, nagy a baj, beteg vagyok. De ezt külön hozattam. Ezt hozattam, itt átvágtak, ez is van, ez nagyon finom. DHL hozták Amerikából. Ezt a gyerek is szedi. Nem volt olcsó, de megint. Aranyárba volt, hú, emiatt vettem fel. Na hát, és hát még egy kis mondat erre vonatkozólag, hogy ugye ezek csak és kizárólag növényi fehérjeporoknak. Most dalolják is vega. Ja, igen, most fütyüljék kicsi most rigó. Kérek elnézést, hogy csak a növény alapú fehérjék hatásosak? No! Bocs, srácok, ne arra,
ne kérjen a legrosszabb menekülő utat választottad. Na gyerekek, én megyek, akkor ti legyetek ügyesek. Nem engedélyeztük. Jó, ha bármi hülyeséget mondtam, az én nem, mert kérjetek elnézést. Ezt tényleg olvashatom valahogy, ezt azért elolvasom, mert megnézem, hogy mi van. Jó, időjárásunk, Ferenc? Jó, lesz. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a Terralux Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. Délután hívni fog akkor majd Árpi, hogy mit mondtam. Nagy Árpi? Egy órában. Nagy Árpi? Mit? A ő, nem ő. Ne aggódj, már tegnap is hívtak, csak nem akartam neked mondani. 2 perc pontosan 9 óra. Deó, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Jaj, ne meneküljél már te! Mi? Hova? Ne menj el! Hova mész? Csak ügyesen. Át kell képezni magad, csak látnánk az eredményét. Így van, lehet fitness edző akar lenni, tudod. Így van, tudod. Rádiós műsorvezető, tudjak valamit csinálni. Jani, kiúszta a dugót. Sziasztok! Ennyi, kész. Az alja lefolyt. Ja, nem. Én vagyok az első. Nekem kell elmenni elsőnek. Na, szevasz! Este gyere, 5-kor kezdünk, nem 6! 5! Kossuth tér 1. Fogalma nincs, gyerekek, fogalma nincs. Este 5-kor Kecskeméten vagyunk, egyébként meg ma reggeltől már, ugye a gong frekvenciáin szólunk mi reggel. Tényleg. Úgyhogy hello kecskemétiek. Na igen, jobb később, mint soha a lapon, 4:10-kor. Jó. Hát eddig nem nekem kellett volna, hogy eszembe jusson. Aha, hát ne. Én ültem át most a Kapitányi hídra, igen, rögtön eszembe jutott. Mi nem kontárkodhatunk bele Balázsnak a mellójába. Úgyhogy ennyi. De este akkor személyesen is találkozhatunk, van 4 darab PlayStation 5-ösünk. Az nem gyenge. És azt hiszem 10 vagy 12 darab vezeték nélküli ilyen hangszórunk, a bluetooth-os. Így van. Nagyon menő ajándék. Plusz egy kis bögréink, kis tornazsákjaink is, ez meg az. És hát akkor sajnálatos módon ez az utolsó közös... Ez az utolsó kitelepülésünk. Kitelepülésünk Janival. Gyertek fotózkodni, meg gyertek aláírást kérni. Egészen este 8-ig ott leszünk majd, jó? Könnyed lesz, sok muzsikás lesz, sok játékos lesz a dolog, meg ott eldumálgatunk, de biztos, hogy jó lesz. Szép a kecskeméti karácsonyivás, ezt már sokan jelezték nekünk. Olcsó is, jó is, úgyhogy ott találkozunk. Mi is oda megyünk majd veletek együtt, oké? Okay? Jó. És írjátok meg, hogy hol kajáljak Kecskeméten, én kicsit korábban lemegyek. Ahol akarsz. Igen, ha buszpályod van, olyan egy padon ülve. Igen. Hába két kiflit, azt tedd meg. Egyébként ez fog a legjobban hiányozni. Nem a CBA-ban venni kiflit, meg mackósajtot, hanem a kitelepülések. Ezt nagyon komolyan mondom. Én mindig imádtam. És azt is imádtam, amikor kétszer két hétre mentünk el. Még de jó volt az elején, emlékszel? Picit a közepén hazajöttünk, 2 nap pihenő itthon, az pont elég volt, és utána még egy karikát nyomtunk. Keleti országrész, nyugati országrész, félelmetes volt. Jó hotelek, jó kis szállodák, jó kirándulások, hát meg jó kaják. Meg hogy találkozhattunk a hallgatókkal. Tehát, hogy ez szerintem mindig rohadt jön. Mert az tök jó, hogy itt benn vagy a 4 fal között a stúdióban, látjuk egymást, együtt dumálunk, jól érezzük magunkat, jó a team, jó a csapat, ez így mind tök oké, de amikor ott van több száz ember a stúdiód előtt, és rögtön van reakció, rögtön látod, hogy mit reagálnak arra, amit mondasz, lehet velük pacsizni, lehet velük találkozni, meglátod az arcokat a nevek mögött, mert ugye egy rakás olyan hallgatók van, aki hosszú szövek óta figyel, megkíséri a műsort, meg megadja nekünk ezt a bizalmat, amiért nem tudunk eléggé hálásak lenni, és egy név, van egy ilyen nickname sok esetben, amikor nem is az igazi nevüket használják, és akkor így oda jön, és akkor bemutatkozik. És akkor tudsz mellé arcot tenni. Ja, úgy, de nagyon jó. Igen, olyan érdekes, hogy lehet, hogy tök más arcot képzeltél el például mögé. Igen. És meglátod, ez tényleg te vagy? Hát a másik pedig, amikor felnőnek, és a szemed láttára, tehát gyakorlatilag évente egyszer vagy kétszer találkozol valakivel, oké, de 15 éven keresztül. És akkor azt látod, hogy egy kislányból, vagy egy kisrácból, akit talán még az apja, mert az anya hozta ki egy-egy kitelepülésre, először kamasz lesz, utána pedig felnőtt, és mondjuk egy családapa, vagy családanya. Hát nekem egy csomó olyan fotó van, ami ilyen 10 évvel ezelőtti, és mondjuk a mostani kitelepülésünkön, akár ma is odajönnek, vagy az évben odajöttek, és azt mondja, hogy csináljunk már egy fotót. Jó, mondom, gyere, persze. És akkor mutatnék valamit. A 10 évvel ezelőtti, ahol egy 10 éves gyerek néz rád, most meg egy 20 éves jókinéző csávó. És ez te vagy? Igen. Hát de én 10 évvel ezelőtt körülbelül így néztem ki, mint most. Jó, lehet, hogy nem voltam pont ilyen. De azért nagyjából már megvagy, hogy 40 éves, vagy 50 éves, vagy ott nincs akkora változás. 10 éves gyerek fotót,
már akkor is hallgattunk. Aha. Jézus, de nagy! Gyerekek, nekem is szoktak hozni, és akkor látom, hogy ez a Nike sapka még mindig megvan. És már akkor is magasabb voltál nálam. Jó, hát kinek mi esik le? Úgyhogy erre ma lesz még alkalom, a mai napon Kecskeméten, aki tud, az jöjjön. Akkor vissza a hírhez, mert biztos, hogy Balázs hallgat bennünket, hogy megtudja, hogy szedi-e azt a fehérjeport, ami benne van a listában. Egyébként kis kutatkodás után ti is megtaláljátok ezt a listát, és akkor ott a termék is ki van téve, de így ezt nagyon azért nem reklámozzák. Tulajdonképpen megértem, figyelj, van egy gyártó, aki mondjuk gyárt 60 féle terméket. Ebből egy buktázott, oké. Nem olyan nagyon buktázott, kevesebb benne a fehérje, van benne édesítő, akármicsoda. Ha te ezt kiteszed, ismerve a magyar néplélek működését, szétszednék az adott gyártót, akinek lehet, hogy egyébként 54 jó terméke van még, oké? Igen. Csak ez az egynél történt egy hiba, és azért itt most ne gondoljatok rögtön arra, hogy ez olyan hiba, amibe bele fogunk halni, lehet persze ilyen is, nem mondom, de ez általában olyan, hogy rosszul van föltüntetve valami a dobozon, valamiből kevesebb van benne, tehát, hogy nem végzetes hiba, ha ezt mondjuk egy évig szedted, se fogsz belehalni. Igen, meg mondjuk, hogy a fehérje tartalomnál is van egy tűréshatár, tehát lehet ott egy néhány százalékos eltérés, mondjuk ahhoz képest, amit tartalmaz, és ami a dobozon fel van tüntetve éppenséggel. Egyébként szerintem, de ezt majd mindjárt szakértőnk elmondja, az sem megengedett, hogy mondjuk valaminek magasabb legyen a ja, persze, esetben. Nem, hát azt képzeld, nem csak az szerintem veszélyesebb, mint a kevesebb. Mert ugye egy hatóanyagnál, ha kevesebbet szedsz belőle, oké, egy súlyos betegségnél ez egészen egyértelmű, hogy nem szerencsés, de azért azt meg lehet úszni. Na, bum, nem pattintott ki magad fél év alatt, hanem egy év alatt pattintott ki magad, ha van benne fehérje, vagy nem annyi van benne. Ha valamiből több van benne, ott a túladagolás veszélye az, ami fölmerül, ez a nehezebb dolog. Na, de majd mindjárt elmondja nekünk dr. Pleva György, élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgató a Nébiktől. Hello, Gyuri, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok, hallgatok is. Az első és legfontosabb kérdés, hogy kigyúrtad már magad? A lefoglalt porokból? Ja, ezt már átbeszéltük, hogy sajnos nem lehet szétosztani mindent, ugye, a Nébiknél se, hogy jó, ez még gyerekek, ugyan nem olyan, mint amit ígértek. Na, miket találtatok? Hát elsősorban olyan problémákat találtunk, amit tulajdonképpen minden ilyen tesztsorozat, minden tesztjén találunk, jelölési hibákat találtunk garmadával. Ez okozta azt, hogy az összes termék elleneljárás indult, és így hivatalosan nem is tudtunk sorrendet hirdetni, és a Nébik emblémát sem tudjuk felajánlani egyik terméknek sem. Hát a hibák végtelen sora lenne tulajdonképpen, nem csak 17 termékről lenne szó. A megnevezéssel kapcsolatosan, tápértékelőséssel, összetevők feltüntetésével volt a legtöbb probléma, de például volt 4 olyan termék, ami egyáltalán nem tartalmazott magyar nyelvű feliratot. Hát, és hát így a magyar piacon nyilván nem lehet, persze, hát az nem elvárható, hogy akkor mindenki tudjon angolul, tehát ez mondjuk egy alapvetés kéne, hogy legyen. Figyelj, említetted ezt a Nébik matricát, ha én valamint találok ilyet a boltban, akkor ott nyugodt lehetek, hogy az van a dobozon, vagy az van a dobozban, amit ő ajánl magáról, vagy kínál magáról? És abban is nyugodt lehetsz, hogy ez a Nébik laboratóriumai és kedvetségi tesztjein a legjobb eredményeket érte. Na, tehát akkor ez egy jó iránymutató. Jó iránymutató. Gondolom, körülbelül 3 ilyen termék van az országban, ami meg tudta kapni. Ismerve a szigorotokat, nem? Hát igazából már a 100. teszten túl vagyunk, tehát mondjuk 100x3 termékről lehetne szó, hogyha ilyen afférok nem esnek be, mint például itt a fehérjeporok esetében. Ez egyébként amikor egyet se tudtok hirdetni. Egyébként ez a fajta vizsgálódás, ez hogy működik? Tehát nektek jelentik, hogy baj van a fehérjeporokkal, vagy ti azt mondjátok, hogy oké, most nézzük meg ezt a termékcsoportot, mert mi szívesen ráragasztanánk a matricánkat egyikre, másikra. A Nébik 2012-es működése óta már folyamatosan szeretnénk a fogyasztók felé közvetíteni ezt a rengeteg tudást és eredményt, amit a hivatalos vizsgálatok során megállapítunk, és így jött az ötlet, hogy ezeket végül is kategorizálva termékcsoportokat választunk ki, immár 101-et, és ezeket hatósági és kedveltségi vizsgálatoknak vetjük alá, és így végül is a vásárlónak, fogyasztónak tudunk egy rangsort felállítani, amiben tulajdonképpen segítjük az ő választását az üzletben.
melyik volt a legsikeresebb termékcsoport, amit eddig néztetek, tehát ahol a legtöbb plecsnit kiosztottátok? Hogy ez jó, ezt ajánljuk. Hát én úgy emlékszem, talán tejtermékek között voltak valóban olyanok, hogy a nyertesek is szívesen felhasználták ezeket a emblémákat. Tehát tejfölök, vaj, különböző joghurtoknál. Aha, tehát a klasszikus, amit így ízk, szeret is, meg kedvel is a magyar. Figyelj, csak ilyenkor nemzetközi normákat vesztek igénybe, vagy határoztok meg, vagy vesztek át nemzetközi kutatásokat, és az alapján nézitek ezeket a termékeket, vagy van egy bizonyos magyar szabvány, ami akár jobb is, mint mondjuk az EU szabályozás, és ti az alapján vizsgálódtok? Hát igazából, amikor elkezdtük, akkor az alapvető termékeket kezdtük vizsgálni, tehát tejtermékek, kenyér, húsfélék, só, cukor, tehát amit minden nap fogyasztunk, és természetesen ezeket az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően kell vizsgálnunk, de egy nagyon erős jogszabály keret van Magyarországon is, a Magyar Élelmiszerkönyv, ami jóval szigorúbb és jóval több minőségi előírást tartalmaz, és tulajdonképpen ez védi a magyar fogyasztókat attól, hogy igazán rossz minőségű termékeket megvegyenek, hogyha igényesek, és valóban a élelmiszerkönyv által védett terméket akarják venni. Tehát például, hogyha szilveszterkor virslit akarunk enni, akkor virslit fogunk venni, nem pedig botocskát, meg pálcikát, meg ilyen egyéb fantázia neveket. Hát az egy jó kibúvó, tudod, ha nem annak nevezem, hanem botockának, meg pálcikának, mert a virslinek ugye hány százalékos hústartalmának 70. kell venni? Talán. Legalább 51%. Hát akkor, igen, a pálcika meg átmegy 30-al, mégiscsak egyszerűbb. És ugyanakkor a húsféléből sem szabad például csontszeparátumot, tehát MSM-et felhasználni, csak egy bizonyos százalékban, tehát azért egy elég szigorú kötöttséget jelent ez, ami a minőség felé irányítja a terméket. Milyen kibúvókat szoktak találni így, mondjuk ilyen fantázianévvel, elnevezésben, tudod, ez a virsli-szerű, vagy nem tudom, szafaládéra hasonlít. Milyen elnevezések vannak, amikkel megpróbálnak egy picit így? Hát most konkrét terméket nem mondok, aminek a neve erősen hasonlít az adott termékre, de ahogy mondtam, botocska, pálcika, rúd. Túros rúdacska. De ugye például egy jellemző szokás most az élelmiszer piacon, hogy az adalékanyagoktól ugye próbálnak elfordulni a vásárlók, és ezért olyan élelmiszer alapanyagként használható terméket tesznek bele, például ízfokozóként, például élesztő kivonatot, amit tulajdonképpen ugyanazt tartalmazza, de nem kell adalékanyagként, ízfokozóként feltüntetni. Okosak ezek az emberek. Amikor ti elmeszeltek valakit, mint például most ugyanakkor ezt a 17 terméket, van nekik lehetőségük javítani? Tehát mondhatják azt, hogy kedves nébik, kérünk egy hónapot, rendbe hozzuk, amit elszúrtunk, és újra szeretnénk ezeket kitenni a polcra. Ez kötelezettség, tehát ezt meg kell tenniük, hogyha tovább akarják forgalmazni a termékeket. Természetesen a egyéb szankcióktól nem tudunk eltekinteni. Hát például volt itt olyan termék, az egyetlen élelmiszerbiztonsági kifogás, ami végül is született, tehát azért nem volt ez olyan súlyos teszt, egy élelmiszerbiztonsági kifogás volt, egy terméken a szójamentességet tüntették fel, és mégis kiderült, hogy szója alapú fehérjét is használtak föl, nem kevéset, 20% arányban, ahol végül is a szójamentesség, a szója érzékenységben szenvedőket arra inspirálja, hogy akkor ezt a terméket nyugodtan megveheti, holott ez az allergén feltüntetésre kell, hogy kerüljön. Persze, tehát azért ez veszélyes, hogyha valaki így van. Újra csomagolás, ja, bocsánat. Ezeket a szankciókat nem lehet megúszni. Ezt jogszabály írja elő. Tehát mi próbálunk minél előállító barátabban fellépni, de vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet engedni. Újra csomagolással? Egy jó újra csomagolással játékba lehet kerülni? Szoktak játszadozni? Újra címkézéssel. Ahol nem olyan súlyos a hiba, ott természetesen újra címkézéssel, újra forgalomba lehet hozni a termékeket. Akkor mennyi a bünti egy ilyen esetben? Tólig? Hát most jelen esetben végülis összesen 3,5 millió bírságot szabtunk ki. Ez még ugye nem végleges, mert ez még változhat a különböző kimenetelek miatt.
de végül is látszik, hogy azért ugye több néhány tízezer forinttal meg lehet úszni az egyszerű jelölési hibákat, természetesen azt javítani kell, de az élelmiszerbiztonsági problémák miatt több milliós bírságok is ki tudnak menni. Az elkövető felkerül a jogsértés listára teljes adattartalommal, a terméket vissza kell hívnia, meg kell semmisítenie ilyen esetben. Tehát azért elég súlyos következménye van egy-egy ilyen hibának. Itt beszélgettünk még a hírek előtt, azt lehet, hogy nem hallottad, még a Balázs itt volt, és beszélgettünk róla, hogy ilyenkor miért nem lehet, tehát most jó, megtaláltuk a listát, de egy csomó ilyen büntetésnél ez már felmerült, hogy miért nem lehet pacekba kitenni azt, hogy gyerekek, a nem tudom, a ilyen és ilyen termék, vagy cégnek ez és ez a terméke, ez mérgező, ez rossz, ez rossz adatokat tüntet fel, ne vegyétek meg. Tehát mindig egy kicsit azt érezzük a részletekről, hogy ilyen óvatosak vagyunk, hogy elmondjuk, hogy van 17 fehérjepor, ami nem jó, és szóltunk a gyártónak, hogy vonja vissza. Nem kéne ilyenkor, mert én már lehet, hogy megvettem, nekem otthon van a kamrában, vagy a, nem tudom, az edzőteremben. Nem lehet ilyenkor konkrétabban szólni? Ennek jogi akadálya van? Hát felkerültek a jogsértés listára, és végülis a teszt oldalon a részletes eredmények is elérhetők. Ugye amíg még nem zárultak le az eljárások, addig még nem is teljesen jó ezeket így kitenni a nyilvánosság elé. Ti nem is javasolhatok a vásárlást, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy ne vásároljatok meg bizonyos termékeket a ti tapasztalataitok, vizsgálataitok alapján? Hát a Supermenta tesztnek az ajánlásai, az első három helyezett, az mindig nyilvánosságra kerül, sőt a kiváló Magyar Élelmiszer Védjegynél meg a védjegy hordozói, azok mind tulajdonképpen egy olyan reklámot kapnak a hatóságtól, ami a fogyasztók számára egy biztos jó döntést jelent, mert ez mind biztonságban, mind minőségben a legjobb termékeket jellemzi. Na, és akkor legalább azt. Így van, és nagyon jól mondtad a Supermenta, mert nagyon sokan kérdezik, hogy hol lehet ezeket a listákat megtalálni, tehát ennyit kell csak beírni, hogy Supermenta, mert hogy supermenta.hu az oldalnak. Igen, csak egy kicsit később üssétek be, mert már lefagyasztottuk az előző fél órában. Igen, most már vége van, tehát ennyi. Délután lesz majd. Akkor most egy új oldalt hozzatok létre. Gyuri, köszönjük szépen, hogy segítettetek most is rajtunk meg, hogy elmondtad ezeket a fontos infokat. Köszönjük szépen. És továbbra is izomtudott edzőtárs, jó gyúrás. A névi gyúró termében. Köszönjük a lehetőséget, szia. Hiszen az a célunk, hogy népszerűsítsük ezeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szia. Is. Szia. Na, akkor Supermentot meg tudjátok nézni. 3 perc múlva 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival, meg a nap hallgatójával, és nagyon fontos, kérdeztétek egy csomóan, hogy a délutáni álmokfutásunkat 5 és 8 között Kecskeméten lehet csak élvezni, avagy országszerte. Tehát, hogy szól-e adásban? Hát persze, hogy szól. Minden kitelepülésünk szól, úgyhogy Kecskeméten személyesen találkozunk, de adásban 5-től 8-ig mi leszünk ma. 9:58, szevasztok, továbbképzésem van, Balázs, igen, már igen. A jövőjére gondol. Természetesen így van, így van, gondolkodnia kell az érnek. Egy csomó mindenen, de például ezen is, viszont este Kecskemétre jön, 5-kor kezdünk. Van egy játékunk, ezt most már napok óta játsszuk, ugyanis óriási szilveszteri Rádió 1-es parti lesz az Elte gömbaulában. Ja, tényleg, Elte gömb. Ártad? Megmarad ez itt a végére. Elkezdem rajta gondolkodni, hogy milyen játékot játszunk napok óta, de annyira szét vagyok csúszva, hogy így fogalmam nem volt róla, de így már megvan, Elte gömb. Jó, de estére azért a PS5-öket ne felejtsd el, meg a Bluetooth hangszórókat. Persze. Jó, mert az a te játékod lesz. Te fogod odaadni az ajándékot. Így van. Amikor majd betelefonál VV kiskorú. Oh, yeah. Jani bácsi, legyen kedves. Na, vissza ehhez az ajándékhoz, óriási partit rendezünk, Elte gömbaula, és páros belépő jegyeink vannak. Most kell elkezdeni telefonálni, és a 10. telefonáló a párjával eljöhet majd erre a bulira. Kell a rádió egy szlogen plusz egy vicc. Egy vicc. Oké? Okay. És tényleg azok telefonáljanak, akik szeretnének menni, Anna már kapkodja is a telefont. Sztárfelépők lesznek? Persze. Vagy ne kérdezzük hülyeségeket. Lesznek, hát.
mindig vannak sztárok. Ahol mi ott vagyunk, ott a sztárok is ott vannak. Érted? Mm. A jó zenék vannak, sztárok is és vannak. És jó hangulat, minden nagyszerű lesz. Mondanék egy időjárás jelentést, de senki nem kérdezte, úgyhogy csak szponzorálj meg. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Ja, kösz szépen szerelvénybolt.hu. A legkitartóbb, a legjobb fej. Nagyon-nagyon támogató, nagyon-nagyon szeretjük. Úr. De nem csak azt akartam mondani, hogy nézzétek el nekünk, hogy most nekünk az a legfontosabb, hogy Kecskeméten jó legyen az idő, már pedig ott jó lesz. És mi is ott leszünk, úgyhogy nagyon jó lesz. De ez csak este 5-kor. Gyorsan meghallgatjuk, hogy miről beszélgettünk a mai reggelen. Ugye én hoztam egy kedves ismerősöm történetét, akinek a lánygyereke hát szerelmes lett, de hogy is mondjam, a fiatal ember a minimális elvárás se üti meg, legalábbis a szülők szerint. A gyereknek nyilván nagyon-nagyon fontos az élete első szerelme, és erről kezdtünk el beszélgetni, hogy vajon elfogadjuk el gyerek választását, vagy sem. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Egyik szülő se szimpatizál, illetve az egyik egy kicsit jobban, a apuka de kicsit megengedő. És a fiú nem túl megnyerő, vagy nem, tehát hogy vannak kihívások állítólag. Anyuka mást képzel el a gyerek mellé. Hogy egy-két diplomás, 25 éves. Nem, igen, nem, állatorvosnak éves. Tanuló, három nyelven beszélő, igen, fehér, lovon érkező. Hát, hogy ez szokott lenni, ugye, hogy egy jómodorú, szép körmű, szép beszédű, szép fogú. Igen. Jó sárú, intelligens. Fehér lovon érkező, vagy fehér lovon érkező? Dosztojevszkit olvasó. Azt ma a mai azt világban nem már tudom. Mindegy. Igen. Igen, kvantumfizikáról elbeszélgető, tudod, akit el lehet vinni egy családi. De anyuka adott esélyt, leült a fiúval, volt egy vacsora, volt egy ebéd, kérdezte valamiről, vagy ránézett, és azt mondta, te lógogatjál. Te akarod a lányomat? Na, húzzál. Tehát volt valami, miért amit... Miért adna esélyt? Hát semmi? Ránézett, és tudja, hogy... Győztek az előítéletek? Aha, így van. A kinézet, a bőgatya és a pulóver? És apuka tartja magát, ugye ő próbálja védeni a dolgot, hogy hát mégiscsak a kislány első szerelme, majd rájön, hogy nem ez az igazi. Aha. A válasz, és mi van, ha nem jön rá? Igen. Tehát, látod, hogy a lányod boldog, normálisan bánik vele, boldog vele, nem hazudik, nem veri át, tehát akkor nem neked kell vele élni, nem neked kell választani. Szerinted egy anya tigris, azután, hogy az, hogy koszos a cipője és lógagatjája után, szerinted hajlandó ezt észrevenni egyáltalán? Tehát én de azt meg gondolom, kell kérdezni hogy az anyatigrist, hogy figyelj ide, te anyatigris, a te első választottad egyébként egy szorborra járó, négy diplomás, amerikai, jó családból származó, amerikai arisztokrata. És nyakkendőben. Szóval mi sem választottunk más, hogy minket sem választottak más, hogy nem fog elmenni, nem fog hozzámenni, nem fog neki gyereket szülni, elcsattan egy csak. Igen, inkább aludjon ott, inkább te tud ellenőrizni és kontrollálni a dolgokat. Tehát ne elüldözz, hanem öleld magadhoz az ellenségedet, annál közelebb vagy hozzá. Nem? Isten, öleid magad. Én legalább látod, hát hogy mi történik. A cipője. Hát, igen, hát ami benn vannak a szobában, tisztítgass meg neki egy kis. Ja, még ő csinálja meg ezeket. Mindig utáltam az anyukákat. Sosem bocsátom hát de most gondolod, mi van, ha tiltod? Ha tiltod, elmozdul, tényleg trükközik, hazudik, kijátszik, főleg, hogy szerelmes, indulnak be a hormonok, vele akar lenni, ott átgázol mindenen, rajtad, a szülőségen, a bizalmon, tehát ezzel nagyon sok mindent le tudsz rombolni. Amíg azt mondnak, hogy menj, csinálj, de egy érzelmi háttéret ott vagy mögötte, itt vagyok, ha baj van, még azt is elmutatod, hogy figyelj, vigyázz vele, nekem nem szimpi vagy ettől, és ettől tartok. De te tud, hogy ez a saját bőrödön fogod megtapasztalni, akkor az már neki elég, légy ott és hív föl egy-két dologra a figyelmet. Engem sem fogadtak el anyósék, mert nem voltam 60 kilós, pedig már nem kiskamaszok voltunk, 20-25 évesek. Férjemet próbáltak rábeszélni, hogy szakítson velem. Azóta van három gyerekünk. Állítások szerint már elfogadtak, de ez tüske azóta is bennem van, és bennem is lesz. Én is reménykedtem, 5 év telt el, már itt lakik. Ő egy anyuka vagy egy apuka. Tiltva nevelsz, hazudni tanítasz, nagyon jó. Lányom 13 és korolta együtt van a koszos cipős vejemmel. Most 28 évesen van egy 18 hónapos babájuk. Szerelmesek máig is, a fiú rendes szorgalmas, 13 és éves koruk óta együtt vannak a koszos cipőssel. Tehát az azt 15 jelenti, éve, mert hogy 15 éve, ez egy nagy szerelem igen. Akkor. Hát ott, tehát hogy ez egy komoly nagy szerelem, és hát nem tiltották a szülők, együtt vannak, gyerek is lett belőle. Hm. És tök rendes a srác. Fater teljesen tiltott tőle, főként, hogy ő nagyon szegény, meg igen csak jómódú családból jöttem. Ugye a lány apukája, elköltöztem vele messzire, kitartottam, 6-7 évbe telt az öregnek, mire megemésztette és feldolgozta, hogy nem érdek kapcsolat, most leszünk 20 éve együtt. Oh. Egy udvarban élünk az apukával, 3 unokát kapott és boldog, kemény menet volt. Lányom 21 éves, a fiú 16. Szerintetek nem tudtam semmit tenni, csak azt várni, hogy magától jöjjön rá, hogy nem hozzávaló.
Hát ez akkor ez megint egy érdekes kérdés, mert aztán később a 4 év az tök optimális, vagy 5 év, 21-16. De ott a lány 21, a fiú 16. És a lányok korábban érőek, ja. Tehát ott egy érett 21 éves csaj szikeveredett össze, valószínűleg full gyerek. Ott a 16 nagyon tud valamit, mert ugye tehát általában a csajok hamarabb érnek, hamarabb lesznek ja, felnőttek. Igen, én is fordítva igen, gondoltam. Gépjázni. Igen. Két lányom van, figyelek. Figyelj is. Jött egy kérdés, hogy és Feri, mit tanácsoltál? Hát haver, ígyunk egy rövidet. Na, hát haver, ezt engedd el. Ezt engedd el. De te kicsit kevesebbet, mert te korábban fekszel, hiszen másnap iskola. Így van. És mi van akkor, hogy a például tudod, hazajön a lány, bemutatja az apjának a jövendőlőjét, aki idősebb, mint az apja. Ne tetézd. Igen. Ne tetézd. Az is jó hozzászólás. Ez már problémás lenne, megjön egy 54 éves a panna. Az is jó hozzászólás, hogy lássuk be, olyan felnőtt társadalom mond vagy ítélkezik, akik 70%-ban elváltak. Ez is egyébként ez így jó. Ez jó. Vagy rossz kapcsolatban élnek, vagy elváltak, és akkor a kislányom, hát ne őt választhatom. Mit választhatom? Mi? Anya, kétszer váltál, értem, de azért te se húztál annyira jót. Jó, szóval, erre az hogy... a jó válasz, hogy hát ezért mondom. Ja, igen, mert én már tudom, igen. 25 évesen jelentette be, hogy megnősülök, anyám annyira nem fogadta el a páromat, hogy apámtól követelte, hogy tiltsa meg nekem a nősülést, és ítéljen szobafogságra. 25 évesen. Az úgy nehéz át. Mama kicsit kontrollfik volt. 25 évesen megy a szobafogságba. Nem sehova. Az meleg. Igen. Anya, 32-ben. Anya, 25 évesek. Nem baj, szobafogság, sehova nem mész. Mama kemény. Szobafogság, 25 évesen. A 3 évig itt élősködött, kidobtam. Azóta sem akar dolgozni, csak 1-2 napot semmire való. Ez a vaklány meg nem látja, írja valaki a sajátjáról. Na, az úgy kemény. Na, az úgy már, ha erre okot adott, az kemény. Apám utálja a feleségemet, 11 éve, 16 évesen jöttünk össze, azért utálja, mert ő város, és nem fog tudni rólam soha gondoskodni. Az eredménye, 3 éve elköltöztünk, és semmi kontakt nincs. Tudod? Nem fog tudni, mit nem fog tudni gondoskodni? Nem tud ebédet főzni? Vagy mert városi? Nem tudja átvágni a csirke nyakát? De már nem is kell, mert bemész a boltba van. Átvágva. Attól a férfi, hogy átvágja. 19 voltam, a fiú 16, életem szerelme volt, őszinte volt, és nagyon ügyes az ágyban. Na, akkor a 16 éves, oda néz, hogy odaért. Odaért a kis 19 éveshez. 16 évesen még nem értem sehova. Odaértél már 16 évesen? Én nem. 16 már oda. Igen, én nem. Persze. Odaértél már 16 évesen? Tényleg? Igen. Ne, az ciki 16 évesen odaért? Nem, abban a korban az meg fiúként de abszolút megszokott. De ügyes is voltál? Vagy csak nem, odaértél? Tök béna. Csetlettél, botlottál? Olyan egy perc volt, hogy csak néztél. Ő is. Nem volt ideje másra szegénynek. 16 évesen azt se tudta, ráadásul, ha gondolsz, ez 86. Igen. 86, no felvilágosítás, igen. Senki egy rohadt szót nem mondott arról, hogy kéne valami mást is csinálni, hogy neki is jó legyen. Izgultál, mint az állat, és tökre örültél, hogy te túl vagy rajta. És aztán ültél, és nagyon büszke voltál magadra, hogy ez igen, meg, na, igen. Na mi, hogy, és akkor a kisasszony mondta, hogy hát, hogy ő is itt volt. Aha. Ez nem tudom, igen, zavarta engem. Jó mondtam, volt, hogy... hát jó lesz, ha majd kihúzod a matracból, mert azt... Igen, ott tartottam, hogy gyakorlatilag nekem mindegy volt, hogy matrac kispárna vagy a csaj. Csak sajnos, ezt tök őszintén mondom, senki el nem mondta, hogy ott mással is kéne foglalkozni, nem csak magammal. Igen. De hát, odaértem. Ráadásul rokon is van. Jó, de az nálunk megszokott. Jó, hát ott mindegy, hogy egyre karok. Csodálat, hogy nem a disznó. Hát most, na. Balázsi! A Rádió Egyen! 3:43. Van egy játékunk. Van egy játékunk, a na, tét, a nyeremény pedig nem más, mint az ELTE gömbbe, a Rádió Egy szülinatip... Szilveszter következik, most úgy van az ünnep ja, de hogy dehogy mindegy nekem, dehogy hisz profi vagyok. Karácsony, voltam. Azt otthon eltöltöd, barátaiddal, szeretteiddel, szerelmeddel, jó esetben ugye azonos helyszínen a családoddal, és utána jön az önfelett mulatozás a Rádió Egy szilveszteri partijában. De adja szépen, köszönöm, nem szabad nekünk már napi 2 műsort csinálni, mert mindig... Csak eszedbe jutott, hogy látszik, ma este is igen, beszélni kell, és már véged igen, van. És kész vagyok. Na, megvan a 10. hallgatónk, Ágnes, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon örülünk, hogy a csajok is bulizni akarnak, mert az elmúlt napokban csak hapsik jelentkeztek, illetve ők lettek 10-ek, azt nem tudjuk, hogy kik jelentkeztek, mert ezt Anna szűrte. Hát Ági, hallgatunk. Mit mondjak? Hát először a szlogen. A szlogen a legfontosabb. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó vagy! De jó vagy! Nagyon-nagyon ügyes. Oké, na most jöhet a célja a beszélgetésnek, tehát hogy miért igen? És kinek szeretnéd ezt az ajándékot?
Miért és kinek? Hát sok kicsi babánk van otthon, és nem tudunk szilveszterezni. Ezért aztán otthon hagyjátok őket. Aztán elmentek szórakozni. Úgyhogy mi elmennék a kicsi férjecskémmel szórakozni. Nagyon menő. Végre egyszer. Az mi az, hogy sok kicsi babánk van otthon? Mennyi? Hát a fiacskámnak van 3 pici babája. Várjál, neked ők az mama vagy? Igen. Jó, ide jó. És akkor a gyerekek maradjanak otthon a saját gyerekükkel, vigyázzanak rá, ne a nagy szivatság ezzel, hogy neki kell otthon maradni. Tökre megértelek. Óriási. Figyelj, Ágnes, egy nagyon nagy buli lesz. Nagymamák, nagypapák a Rádió 1 szilveszteri partijában. Jó, de könnyű, vagy könnyednek tűnt. Ági, még egy nagyon rövid viccet kérnénk tőled. Nagyon rövidet fogtok kapni. Mire vár a szőkenő a piramis lábánál? Piramis lábánál a szőkenő. Azt mondja, hogy a fáraóra. Ez valami tevés sztori? Na. Mehet a gazda? Mehet, szabad. Hát a mozgó lépcsőre. Ez az Ági! Nagyon jó volt! Óriási tapsot kapsz Zsültől, figyelj! Köszönjük szépen! A szilveszteri buliban találkozunk, puszi! Nagyon sem igaz! Ja, ajándékát adunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 szilveszteri partijára az Elte Gömbaulába. A naphallgatóját hagyjuk szerintem, mert nincs időnk rá. Nincsen. Föl fogjuk hívni, ő küldte nekünk a fogdapöcsét. Így van. Hogy nevezik a börtön, azt mondja, hogy a börtön bélyegzőt, fogdapöcsét. Óriási volt, nekünk nagyon tetszett, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Mi kérünk elnézést. Ennek is van ajándék átadója, tessék! Gratulálunk! Nyereményed egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából. Nagyon-nagyon menő az utalvány, és akkor még egyszer, tehát néhány óra múlva délután 5-kor találkozunk Kecskeméten, a milyen téren? Kossuth téren. A Kossuth téren, a karácsonyi vigalom a vásár tövében, de országosan is hallható lesz a rádióban ez az adás, tehát aki nem tud eljönni, azért figyeljen ránk. Rengeteg ajándékot viszünk el a támogatóink jóvoltából, van 4 darab PS5-ösünk, van egy csomó, azt hiszem 10 vagy 12 darab bluetoothos hangszórunk, úgyhogy mindezt szeretnénk odaadni. Nektek nagyon könnyű, nagyon laza, sok zenés, sok röhögéses, nagyon sok fotós Janival. Így van, is. Az utolsó fotókat itt lehet velem elkészíteni. Úgyhogy találkozunk 5-től 8-ig a mai este folyamán. Zsül, most mi van? Tehát most... Még fél percet beszélünk, és akkor jön. Jó. Okay, jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 27, napokban rám írt, 26, és hát elmondta 25. az érzését ezzel a kapcsolatban, hogy távozni fogok a rádióból 20-án. 20-án lesz ugye az utolsó műsorunk, és akkor a jövő évtől kezdve pedig már csak Balázs, a csak az természetesen nem minőségi kategóriát 8, jelent, hanem számszerűséget 7, csak Balázs és Feri fogja képviselni 6, a Balázsék című műsort. 5, nem tudok mindenkinek 4, válaszolni, de mindenkinek 3, nagyon-nagyon hálás vagyok. Egy valós az álmaidba, a szállalkozhatom, ma este meghallgatom.